És eleget. hát jól van valami. Nem egy pályára. Felfutott. Topálja. Te Nincs már itt valaki? tolnál. Véletlenül? Nem úgy néz ki. Hát én tudom, hogy Nikon is kurva hármas a szarjáték tim. a csé, de hát... Visszamegy lefelé. Lefoglaltak, vagy egy Hol ilyen lett az végig lefoglaltak. öltöző vajon? Leadó bányász. Ez a duty. Van a fasz, ja, tudom. Itt a híd alatt van Ja. valahol. Eltévedtem. Nincs mit, nincs mit, nincs mit. Ott van. Megy vissza Ott visszafele a híd alatt. buszfejüddel. Rokkolják Van. Próbáljuk. Kijött buszpályaudvarnál. Tüm Benzinkút. tüm tüm. Van mindenünk, ugye? Szállod a senki, ott még mindig nagyon durva világítás van. Merre vagy? Ugorni át kerít és itt lenni, busz megálló. Bevallom. Itt vedd be, ne fusson már sehova. Nem merek beszólni. Már hatos rádión vajon van valaki? Szép a nap, William Scott. Hát ő nincsen. Sosincs. Sosincs bazd meg senki. Akkor vissza négyes. Most ha valami nagy akció van, mert bekvadozunk a városba, vagy nem tudom. Gatya, faszé jöttem paletó, be kell menni a városba kocsival, csak nem akarok sérülni. Amúgy, nagy probléma legyen belőle. Mi legyen, mi legyen, mi legyen, mi legyen. Hát ha izé Pablo van. Kell valóban segítsünk? Most egyelőre meg leszünk szerintem. William Scott 10-7. Köszönöm. Köszönöm. Kérem meg a szolgálat testést. Cságyóvi. Remélem még nem futott el. Negatív, még itt vár rád. Mert akkor várhat a BD-n is, behozhatjátok. Akkor Kadét kollega jöjjön. Valakikhez tudok csatlakozni. Nem akar senki. Ugye, ha megszállik a kocsim és addig nem vesz fel senki, akkor felveszlek. Jó, viszont paletóba vagyok. Hát nem baj. Ja, jó. Egyébként Trifós, hogy keveredett az ügybe? Most őt miért is kaptuk el? Menekült. Ja. Piu, 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 piu. Jaj. Hát Pablo az... Nincsem. Megnéztem állomány táblába, 9 napja vagyok sheriff. De ugye ott volt 3 nap, amikor ugye IC Chicagóba vissza kellett utaznom, OC meg kurva nem streameltem, meg nem GTA-t, meg ilyenek. Úgyhogy 6 szolgálateljes napom van, ha minden igaz. Üdvözőbe lettünk egy szürke uderes hatot. A streamerek? Félrehúzott még. Erre igazoltattok. Kétünk kell megvárni kocsin, nincs bezárva. Itt a gettóba. Ezt mindig meg kell tegelni mindenkit, hogy streamelek.
Ez rendesen nem tudom, fura. Na várjám, ez a hasaló sem volt. A rendőrt nem tudom bebindelni. Amúgy, ezt miért nem lehet bebindelni? A legelő strip clubnál van egységünk. Gyalogosan, de pozitív. Csak el segítség szeretek. Rendben. Na, vigyázzik el itt az állatok, ha most jut eszembe, bazd meg. Amúgy. Ez egy kis lőgyakorlatot tartok. Tárasz! Jó, megvan! Bocsánat. Abba hagyom. Hogy telt a napotok, chat? Legalább valamit mondjatok. Csá, Jasminem. Hello, szia, csá. Gondoltam, hogy megtegellek, hogy... hogy hello, szia van, de úgyis kapsz értesítést. Elméletben a gyakorlatban is, Gyuri. Hidd el nekem, hogy egy gyakorlatban is. Csak úgy mondom. Aim nem válogat amúgy se. Azért van bekapcsolva. Hehehe. Találtunk egy kifüstölt 63-as jelzésű Dodge-ot. Igen, az már ott áll egy ideje. Akkor lefoglalom. Volt már jobb is. Hát mondjuk igen, a hétfői napok általában nem a legjobbak. Bam, bam. Egy via. Jaj. Jó kis töltött káposztát ettem. Így még stream előtt gyorsban. Ennek a csávónak viccen kívül olyan buzis. Na, Jasmine, hogy írhatsz ilyet? Most őszintén. Nem is értem. Moderáld magad, légy szíves. Rántott hús, ú, az is jó. Jó kis mini, ilyen mini töltelék volt, nem is ilyen nagy bumszil, hanem ilyen kis mini. Alában vagyok, már írom a végrendeletet, attól függetlenül... Még mindig moderálnod kell magad moderátorként, azért valljuk be, bármennyire is végrendelet. Hát fáradt vagy, akkor mennyire aludni most? Nem is értem. Pont kell fel a nap is. Ennek legalább már be tudnék menni egyedül érted, és valakit fölveszek magam mellé, vagy valami, vagy bemegyek egyedül és becsatlakozok valakikhez, de még be sem tudok menni. Minden, amit ettem, azt így estére sikerült kipakolni, és liftezik a gyomrocskám. Hát kell neked annyit enni, ugye? Kollégák, valaki be tudna minket húzni SS-be? Merre vagytok? A Striptease Club mögötti csövestelep híd aljánál. Töm töm töröröm töm töröröm töm töröröm. Lemegyek a vadászokhoz, bár szerintem ott se lesz egy ávlélek se. Én szerintem 5 darab minisajtos pogit ettem. Hát az se a legtöbb. Most ez jó töltött káposzta, ez most rendbe rakott. Már ilyen döglöttem hazafele menet. Miközben sétáltam befele menet is a céges buszhoz és hazafele is. De mind a kétszer a szemem előtt ment el a kibaszott busz.
Mi faszom ki volt. Ráadásul reggel 6-kor aludtam el. Nem tudom, ez a hétfői nap, ez gatya volt számomra is. Vajon elfelejtették, hogy jönni kell éltem? Addig kipróbálom itt a kvalot, az csak nem baj. Szeretnék érdeklődni a másik elkövetőt, aki menekült, azt elkaptuk? Nem. 14. Na jó, ezt most felejtsd el. Jaj! Mi ez nagyon megindul, geci. Jézus, ez életveszélyes ez a kard. Hát pillanatok alatt százon van. Jelenleg történik valami rádión? Nem. Negatív. Ez... De hány egységünk van jelenleg szolgálatban? Ez elég OP. Egy. Kettő, három, akkor. Négy. Ott is szerint igazoltatunk. Jó, rendben, elég köszönöm. Ez nagyon OP, ez a quad gets. Rendesen félelmetes, bazd meg. És én megijedtem. Nem szeretnék vadozni a jövőben, mert abból biztos, hogy baleset lesz. Az hódzi el, hogy abból baleset lesz. Jézusom, Daven! Gratulálok az Umbanhoz! Na menjél innen, de nagyon gyorsan. Na menjél innen. Amíg szépen mondom. Te geci. Te kis geci. Ja, a full IC történések alapján történt ez az egész. Full IC. De arra van ez a ház, arra. Pontosan arra. Sőt, szerintem pontosan be tudom tájolni. Dominik! Itt. Mesélj! Ez az a ház. Úgy tudják a kedves barátaid, hogy kadét lettél, amiért lelőttél egy bűnözőt. Rendben. Akkor innentek ez a kadét vagyok. Eddig is az voltál, nem? Hát te voltál, az nem én. De te megint az vagy. És erre a 3 hétre még 2 évünk bandam-e? Ezt lehet tudni. Hát a galaxi nyitás. Nagyjából akkor van, nem? Hogy te nem mész galaxira? Blacklisten vagy? Opa. Hát akkor megéltem a zoomban, kérem. Azt mondjuk érdekes. Nem tudom, nem követem az ilyen eseményeket. Hát, most haló? Megkérek minden szolgálatban lévő kollégát, nyárőruhába, bármilyen gépjárművel, PDA alsó parkolójába találkozunk, megyünk mozizni. 14. 5 perc és ott vagyunk.
Harry Potter fogunk nézni. Oké, okay, csak melyiket? A harmadik részét. Várunk a szerelőre. Lehet tudni? Arra várhatok, inkább behúzlak, mert az sose fog kijönni. Hum vagy. Küld a kordit. Most tényleg... A filmnézés lesz, bazd meg! Nem hiszem el. Konkrétan fullon van az eset, és egy szerelő van. Úgy sóra ment. Csak kicsit lassan a dolog, kettőt is küldtem véletlenül. Várjunk akkor a PD parkolóba? Igen. Rendben. Most... én még ott se lehetek már. Körbefutni a mapot? Nem tudom, nem tervezem kipróbálni, de kúrva legyen mappal. Még próbáljuk összeszedni sebeinket. Na, mi történt, Valan? Nem, le vannak robbanva meg ilyenek. Mondtam neki, megyünk Harry Pottert nézni. Csá, add szerint. Okay. Hát akkor viszont... Paletóban a kollega még ott van? Igen. Ja, kollégák, 5 percen belül a lenti garázsba kéne lennie mindenkinek. Utam vagyunk. Hát várom a fúvaromat. Kimegyünk a paletóban lévő kollégáját gyorsan. Sietetek. Láthatólag fogtok majd érkezni. Neki járő ruha, szépen álljátok fel a sorba. Várom a fúvarkámat. Hát nem használhat, van, de nem használhatja. Tegnap is Pablóval ott álltunk a PD-nél, mind a ketten kadétok. Hát nem... Patrick, tájékoztassam őket, vagy már elmondom, hogy... Pablóval álltunk a PD-nél kadétként, hogy valahova tudunk csatlakozni. Mi ketten voltunk csak sheriffek. A PD kitalálta, hogy megbeszélést tart, ami nagyjából 1-2 óra. És úgy nagy nehezen kaptunk engedélyt, hogy tudjunk menni ketten. De azt is nehezen. Tehát utána várjuk még valakire? Feljött egy járó, és akkor mentünk vele. És még nem indult el-e? De most, rejön pillanatban nem minket elindultam. Hozott vissza? Úgyhogy... meg is érkezett Pablo. Úgyhogy nem tudjuk ezt megoldani sajnos. Csá. Mizu? Nem sok. Hát egy olyan negyed órája várok fuvarra. Na, szoki. Nem olyan vészes, persze. De most tényleg bazd meg, Harry Potter mozizás lesz, én megőrülök, geci. Mert akkor onnan esküszöm, elgyalogolok, bazd meg. Én veszek ki speedet, vagy speed, nem, sprintx-et. Nem speedet. Jó, hallottam, fel is írom. Jó. Chris Gatzer, Boseman. Jeddetek be. Not, aha, igen. Új jegyzet. Pablo azt mondta... Rassemmel vagy. Ki... Nemzeti börtön. Csá, Szabi! Úgyhogy kellemetlen baj, most a héten remélem, ha valaki lesz fent így este, akkor le tudok járva vizsgázni végre, és akkor nem lesz ilyen probléma. Addig sajnos nem tudok mit csinálni. Ez a kurva nagy helyzet. Sajnos. Leírtad? Mit csináltam? Leírtad? Ja, persze, leírtam a kis telefonba, persze. Jó, majd Austinnak küldeni nyugodtan. Mindenféleképpen fogom mondani neki. Te kis kötyök. Na és mit fogunk csinálni? Hát állítólag Harry Potter fogunk nézni a moziba. Viszont ez tényleg így lesz, akkor én nem leszek ott. Na, ez milyen moziba? Hát, a moziba. Most kajak úgy írtál vissza, hogy itt állsz mellettem. Aha. Hát Istenem. Hát rám írt egy haló. Hát még nincs, nem vettem izét. Mondom már a telefonszámodat, és akkor elmentelek. Hát ott van, bazd meg. Hát jó, de... Hát én is úgy mentettelek el, hogy ott van. Megígyeztem, az kézbe írtam. 92. 337. Kör értek ide lesz? Most értünk ki Palettóba. Hol van pontosan a kollega? Serépségem. Hangyos rádió. 4-es.
Kollega, aki palettóban van, hol van serifség, pontosan? Serifség. Ja, jövök. Vajon hol lennék serif kadétként amúgy? Elnézés. Most tényleg Harry Potter nézés lesz, azért agyrákot kapok. Konkrétan. Na. De hamar megjött. Hát közben ketten lettünk. Jól van. Valami ökbetérés lesz. Micsoda? Aj, de fura a Taurus után. Visszaindultunk. Most akkor tényleg filmnézés lesz? Vagy ez valami álnév valamire? Szerintem valami álnév. Jó, megint nyugodtam. Ha tényleg filmnézés lesz, visszafutok palettóba, csak úgy mondom. Én meg levideóznak. Jó. És feltöltjük YouTube-ra, hogy... nem tudom. Ugye amúgy full kitesízve, jó sok sprintixel, még talán nem is lenne olyan sok idő. Hát alapból csak három lehet persze. Nálam. Hát úgy értem, a hárommal. Hát azért... Az negyed óra, annyi alatt csak visszaérsz. Hát azért én nem akarnék. Engem már tettek fent a Moncsilia tetején, hogy jöjjek le. Biztos jól viselkedtél azért. Nem. A testvérem, hát a nyelvények felvitt, aztán elvitték az UFO-k, aztán nem tudott visszajönni. Az autóját meg bezártak. És így, igen. Hát, Tomi. És akkor mondom, segít a lefele. Ilyen nem tudom, hogy egy óra fele lehetett. Majd Xbox előfizut. Hát én olyankor lehet megpróbáltam volna mentéseknek egy helikopteres kimentés, megmondtam, hogy az arról tartom. Jaj, ma kaptam dupla számlát, mert ejtőennyivel akartam leugulni Moncsiliérdől, aztán nem sikerült. Aztán egyszer újra leszettek, és leestem még egyszer, és két még egyszer újra leszettek, és kaptam kettő újra és kettő helikopteres mentés számlát. Az összesen 1200 dollár. Többet is adtam volna. Na jó, William. Miért te tudod, mit mondtál tegnap? Mondom neked, itt van a notaszomba. Nincs is ott a notaszomba. Itt van. Pablo, téged is el kéne vinnie az állatvédőknek. Ezt leírtam. Na most a PD-s kollégákat kérdezem, nem jogos? Hát a kollégát nem ismerem meg annyira, Feri kollégát. Nem tudom. Jó, jogos az a lényeg, szerintem majd el is filtassuk tovább, mm-hmm. szerintem. Mm-hmm. Igen, igen. Mm-hmm. Kiütötte tegnap egy győzikét? Uh-huh. Hát kurván nem én, mert tegnap nem is vezettem. Tudom. És imádkozzunk, hogy ne vagondozz. Ne vagond? Ne vagond? Mert a... Igen, mert a... Vagyis anyám. Hát igen. Nem mindenki maradja még ott, ahol van. A 18... Nem is. Bocsánat. A 16-os Sheriff és a 94-es Dodge a két hátsó kijárathoz fog menni. Tudjátok, hogy hol vannak? Mi van? Igen. Ja, a sheriff az ékszerbolt felelő kijárathoz, a Dodge pedig az SS felelő kijárathoz. Induljunk. Megjöttem. Gyere a kombolja. Sor végére. Villogóval megyünk hangnemkel. De nincs benzinem. Tartom körülbelül egy 100-as tempót. Hogy egy jazzmin? Nem, nem kormányzat. Nem kormányzat. Villogó. Mondom, sziréna nem kell, csak villogó. Hol lehet venni műző levendulás terület? Fogalmam sincs. Rá kell googlizni, hogy hol található. Ugye Tesco-os ilyenekben csak van, nem? Egy csipész akar valamit szerintem most. Jobban. És ez hogy jön Harry Potter? Cseve, hát, céles közkövetést. Tök üre, csak tényleg ne nézzünk filmet, mert agyrákat kapok, geci. Remélem filmet nézünk. Tehát akkor ugye lanszok valamelyik sarok, hogy esetesen eszitek, hogy ide ott alszok. Balra megyünk. Csula gán, csá csumi csá. Raziázzuk az önkorit. William, akkor a két egység, amit megbeszéltünk hátulra, a többiek pedig és azt mondta, hogy járda mentén álljanak ide előre, illetve a parkolóban még. Hát ennyi. Villogot kapcsoljuk majd le. Még itt az Eclipse szemben. Hát, szerintem leghátra. Bár befér szíves. Ujjjj.
Hát aznak neki mentünk. Fegyver nem kell a kézbe, maradjatok itt a kapitányság előtt. A hátsó ajtónál a hátsó nagy teremben vannak egyébként. Látjuk, hogy a viszont bezárni nem tudom, szóval majd lehet megszlopják. Fosza. Nem mászok be, ha van közelebb. Hát Tesco-ban biztos, hogy van. James Martin ezért. Közben csak követés. Volt szenátorja. Beismerő vallomás. Bla bla bla. Szerintem már az autóba. Jaj. Nincsen semmilyen helikopter. Szép a nap. Az önön lévő egységek közül páran szélegyenek szét itt kinn, és egy négy ember jöjjön be velünk négyöt. Gyere. Köhöm, köhöm, mert ott van. Hello, hello. Hello, Otis. Otis? Teó. Otis! Elrejtőzök. Szia. De most kitúltál a bokkomból. Jövök ide. Fász, felmászok a fára, várjál. Ez nem olyan nehéz, nem? Segítség? Hát, ha tart valaki bakot, akkor simán mehet. Gyere. Tartjunk meg, hogy gyere. Bontató kötéllel. Hopp! Itt csúszik, nagyon nehéz nedves. Vagyok ám, nem megy. Oj! Erre lehet, hogy így eszével kifutok. Hopp! Be kellene a telefon fülkébe, mint a telefonálnál. Tessék? Ti tudtak erre valamit, ami kérlek? Mi fanekodban? Mi csak a végre veszünk itt, hogy most mi van? Mire? Na, én meg azt hittem, hogy tényleg erre mi itt van most? Aha. Hát ez 2 perce indult kb. Kértek mindenkit, hogy menjen le a PD-parkolóba, aztán idejöttünk, mire a Martin ezt feladta magát. És most biztosítjuk a területet. Szétszélettünk itt ebben a sarokban. Igen. Amúgy igen. De én már felkészültem itt az Azkabáni fogóira. Ez itt a végén kiderül, hogy ez a titkok kamrája. Ez hogy van az? Milyen Harry Pottert jöttünk nézni? Ezt nem értettem. Hát nem tudom, én rádióban mondták, hogy Harry Potter. Én is értettem. De remélem nem így lesz. Átverés volt szerintem. Kandi kamera. Hol van? Készültek kocsikba. Hajj, már megyünk kocsikba. Ennyi volt. Legalább hava meg. 14. És a konvojt majd tartsuk meg. Hát csak 2 egység csatlakozom vissza a végére a konvojnak eses falat. Ez nagyon jó volt. Akciós. Nem megyek ezzel. Izgalmas. Jó, bezárta. Na jó, ezt is felírjuk. Mit? Hát meg leellenőrizni, hogy be van az zárva egy igen, civil igen. Emberi lénynek a gépjárműve. Persze, szerintem bement. Tudjuk vezetni. Mennyiben a parkolót elhagytuk, kapcsoljuk vissza villog. Ez gyors. A kocsikra figyeljetek. Aha, lövedik áldofa. Ebbe lövöldözés lesz, úgy érzem. Miért ilyen negatív? Nem tudom, én félek ezektől a... Mindenki kocsiba van? Kucsa fekete autóktól. Ja, hogy az, ja, jó, akkor nem szóltam. Ja. Azt jó, hogy szerzetes Fordot fogunk venni, a fekete Dodge-ot kövessétek. A sorrend megmarad. Torrent. És sorrend. El kell mennem fülészetre. Hát nem ártana. Na jó, William. Tudja, hogy viszünk kettik. Basszom csak fenni. DJ 17, szép estét kollégák. Hoppá, a vizza vizza. Jó szolgálatok. Van szükség valahova? Support, erősítés, járőr, akár... Egyelőre nincs akció, vagyunk. Nem hatod egy kicsit jobban. Hova visszük? Nemzetibe. Nemzetibe vettem szerintem. Hát ez házkutatásra vagyunk, nem? Jaj, házkutatás lesz. Jaj, házkutatás mindjárt végzünk. Mire van parkító alá? Hol máshol lenne a gazdag, csak még el akarom mondani azon. Motoros egységgel felkértünk. Hm.
Jól látom, hogy két autó követ minket? Hát itt a szenátorok, meg a kísérők. Jó, ide jöttünk balra a sarokra. Azt kérlek titeket, hogy ne zárjuk le az utcát, jobbra húzadjunk le és patkáráljunk fel. Villogott fel a parkolta, kapcsolod le. Én fel is készülök az ellenlámpámmal. Hány centi vagy? Kevés. Rattam volna. Kollega, köszönöm. Szia, Denis. Hogy van Betty? Hogy van Betty? Most nem tudom. Nem beszéltél vele? Nem nagyon. Hát, így. Kérdez, Denis, nem sikerült beszélni veled? Délelőtt. Tessék? Nem sikerült beszélni veled délelőtt? Azt annyit jártad itt a városba. De sikerült. Hát délelőtt nagy randig volt. Én randigtam vele. Két órásat. Ja. Akkor azt mondtad, hogy átmegyünk a 6-os, vagy az 6-os rádió, 5-ös rádióra. Ha bármi van, szóljatok. Ja, úgy volt, hogy miérünk. Aztán egy óra után, ja, elmentünk. Beadtuk a szolgálatot. Ja. Kell egyesenni? Mhm. Denis, gyere egy picit. Szóval kivetted. Akarsz 105-öt keresni? 100 000? 100 000? Pénz? Micsoda? Tessék? Milyen 100 000? Semmi. Szóval az esenyő geci, mert hogy amúgy azt nem látszik. Kollega, ne áztass el az ajtó belülről. Esenyőt akarok kivenni. Hát akkor vegy egy gyorsabban. Hát ennek az elektronikának már öttek. Elektronikában? Ezek csak fém és vas. Semmi más. Igen. Néha, te most mit tartasz? Ne haragudj. És te? Mint egy faszfor megközödbe. De te nagy semmit tartod. Te is, nyugi. Most már nem. Én mondjuk látom Russell-ét meg az enyémet. Charges beam, jó pit. Igen, pont ugyanezt látom én is. Látom. És nem látjátok az enyém? Nem. Fasz, látom most a közöttben. Nem. Igen, igen. Igen. Most látom a tiédet, Benny Agatas. Na. Ne tiédet, nem. De látod? Nem. Akkor is látod, nem érdeke? Látom, persze. Kollégák, kaphatok egy koordinátát esetleg? Küldöm. Ezek a helyszínen, de nem tudom pontos. Ja, látom önöket. Megvannak. Akkor nem. Hogy jön? Hát amúgy, Daniel, nem akarsz mindenkinek full tuningot venni a pédil, ha már pedig ilyen gazdag. Kettőt is. Nem jött a civil autómba. Milliárdos. Család. Hello, Dorkan. Ott vannak Francesco Navarra, meg Adamet Annata Vékevelére, meg Csibész atya. Meg van Szöszke. 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 Francesco Navarra. Mi? Tessék? Ki mondta ezt? Jaj, a szekoroszár vagy mi a tököm. Úristen. Aztán meg Daniel mész haza apukádnak a 600 milliós jaktjára, nem? Ez így van, uram. Hát szerintem az, hogy én menetelik rá neki. Amúgy Daniel, neked miért nincs 600 milliós jaktad? Honnél tudod, hogy nincs? És akkor miért nem viszel emberek körre, akkor ez a jobb kérdés. Téged miért? Havár Daniel, most már az öreg Bezos jól lekörözte a pádat. Elon Musk meg jól lekörözte Bezost. Igen? Eléggé. Most már a kis Elon a király. Hát ki Elon Musknak most már három. Nem tudok beszélni, geci. Na mindegy, Elon Musknak most már 320 milliárdja van. Igen? Aha. Az komoly. Kicsit gyarapodott az öreg. Kicsit. Minőségi porszívókat adnék egy videót, pont előjött eszembe, hogy kitalált egy olyat ez a hülye, hogy ilyen alagútrendszer, nagyon durva alagútrendszerek. Térkép a serifségre. És akkor le lehetne menni egy autóval. És... És nem rosszval. Rendben küldik már a navigációs rendszeret. És sokkal gyorsabban eljutsz alból B-be. Patrik, én nem nézek néha semmit, mert nem látok semmit. Vidéken csak térkép van, bocsánat. Próbálod. Azért.
Bocsánat, bocsánat. Ez csúnya volt. Egy de mi tartokat nézzek inkább meg a... Azokat csináltam. A konyhába. Ott jó helyen vagy, ott googolj le. Hol felé? Hát figyelj, egyébként megértem a sheriffeket, mert egy kibaszott nagy erdély vagy, te GPS-szel mit csinálsz, ami az utakat mutatja, én nem tudom. Nagyon vagy, oké. A számat? Nem, mennyi még. Mennyi a faszom vagy. Nagyon-nagyon kell. Geci, itt van mellette még pár kolléga. És baj. Ennyire ne, ne tetszek már. Szevasztó. Mit szólsz az Rio egyébként? Hello. Hello. Hol látod a Rio-t? Hol van itt Rio? Ott van szembe. Igen. Most ki után? Nekem miért más színű a mellényetek, mint a... ...nak? Mert az övé még nem ázott meg. Igen. Ha megázik, akkor világosabb lesz, mert egy kalapszar. Csak Benci. Ezek már leáztak. De fura. Rajta nincs is mellény, Daniel. Na csúmi. Pólóm alatt. Igen, ezek meg telket néznek, vagy mi a fasz? Mondjad, Dominik. Megkérhetlek egy dologra. Nem. A Dánielt ne vegyétek fel PD-be. A Dánu is Dániel fölhagyjuk már. De ha jól azt felveszik, hanem akkor... De akkor legalább a kapuk Dániel lehetnének ketten. Fú, biztos, hogy nem. Az az ember... Jó, hogy gyorsabban fogy a kaja, mint a pia. Beszélni akartok, elveszem én járőrözni. Hú, van doszpod. Nem itt. Akkor írok neki. Szerintem nincs ma városban. Szép a nap. Tisztelet. Hello, lent jár az a... Na. Olyan szarul néz ki minden ázott szar. Utálom. Kollégák, tényleg egy volt szenátor, egy szenátor ellen van. Hát, igen. Pozitív. Atya úr, én nem tudok gyűjtődni kitten. Eddig fajult a virág. Ez házkutatási parancsot kapja. Jaj, meg kell áznunk. Nekem azt mondták, hogy egy Harry Potter jövünk nézni. Ezek az eső jelenleg önök? Igen. Eléggé sűrűn. Hát az nagyon fasza. Én már nem érzem meg az ilyesmit. Olyan sok meleg kollégával dolgoztam, hogy gyakorlatilag elpárolok. Ez egy egészen? Bobbal az élen? Honnan tudtam? Hát... Hallottam bármit híreket. Bármit is hallott? Igaz. Igaz. Egyébként eléggé fura a srác, igen. Szerepeled hazugság. Mi a bajod most? Magadról nem kell beszélni. Kiváló rendőr. Juk-juk, csak más a keret. Hát az meg már magánügy. Fúj! A buzikat kitevedjük, én úgy hallottam. Mi az a buzi? Homoszexuális. Hey. Lehet, hogy ez a serépség négy van, uraim, de rendőrség az egy elfogadó család. Heteron is semmi bajom nincs azzal, hogyha két csaj kurva gyönyörűen nyalja egymást a bodiba vagy akárhol. Jó, hát az jó, azt szeretjük nézni közösen. Na látja. Ezért van egy idő az állományban. Ne hazánk is tudnánk kéne. Túl nagy a kolbász fesztivál. De legalább nem viharzik, vagy micsoda. Jó ez az átkutatás. Lamli? Igen. Legalább nem az. Elállítsam az esőt. Na. Van kedve kettő kollégának körözés írni. Kire? Igen, írom. Sergio Cruz. Jaj. Na azt a nevet írd le, csimélyesen. Az indok, déli előtt rendőr autórobbantás. K-R-20-Z. Just like Sergio Cruz. És... Két lín és mi kell rá? Milyen körözés? Meg mikor született? Mikor született? Meg hány centi? William? McKenzie? Nem, várjál, Westwood. Az úgy igazolt, az azt vettem észre, hogy mindig elfelejtem használni ezt a szart, hogy rákeressek a nevére, érted? Mi a tököm van? Hát mindjárt lesz. Hát akkor mindjárt átírom én, várjál. Mit írjak be izének, nincs öröké. Na re, bocsánat. Úgyhogy ezt mindig elfelejtem megnézni.
Ezt hozzá kell szoktatnom magam. Köz vagy a rongálás, és ennyit tudok, aztán belejövök valamit. Hogy öleskelődjek utána. Meg beléptek PD területére engedély nélkül. PD területe. Nem nagyon látszónak az itemek. Na, elállítottam az esőt. Igen? Kicsit a varázslat. Mit mondott? Hát ez késik mindig. Hát ad Daniel, se került. Mhm. Ja. Na, minden is meg kéne keresni a rádiójukat amúgy. Ez megint felmenne. Már mi volt az előző? Volt egyszer egy 7-5-3, egy 8-4-1. Egyiken sincsenek most. Na, karib. Parancsolj. Ez itt, Pablo. Ja, most már végén is már rádiók a rezerig. Hát, kaptál egy feladatot, öcskös. Nyomod. Nem. Tényleg, hogy Gyuli a viskadét. Gyere csak vissza. Csúlyannan te is, nem? Én csak szóval vagyok kadé, papíron nem. Főleg amikor valaki jön 4 óra, itt élet van. Hát igen. De jó, érdemes lenne nézegetnem igazoltatáskor, szóval mindig elfelejtem. Milyen kocsikba, kollega? Kocsikba. Én megváltam. Ismét egy izgalmas akció. Fogunk menni. Hallod? Utáni másodpercet Leroynak elszállt a hangszállon. De jó, hogy itt ástunk végezni. Leszúrni vagy leütni. Igen, azért nem szoktam ilyeneket csinálni, mert... Akkor a motoros fog elmenni utána Tahó. Volt már jelre példannó. Jelent meg egy perve. Várunk egy kicsit. Bár akkor nem használtam semmit, csak álltam vele szembe. Le akartam igazoltatni. Elővette a kés is nyakon szólt a paletói pulipba. Úgyhogy én nem kell ehhez tabletet se bújni meg ilyenek. Sergio Cruz-ak mint a körzés. Én azt nem értem, hogy itt minek kellünk ennyien, bazd meg, azért megint átsorogjunk 5 órát valahol. Ezt már kérségetettem most. Már a szenátorok így kérték, és utána a szenátornak eleget kell tenni, hogy nem tudom. Remélem, pajzán dolgokat nem fog kérni, mert azt nem vállalom be. Uram, hátul vagy elől megyünk? Mi hátulra szoktam, akarom. Elest. Én bemegyek elől, a többi egységet mellett jár el, ez nem úgy gondolja. Vettem. Kapitánsági kísérletek. Ó, bassz meg. Jókor mondja egyébként. Az egész állomány kísér egy autót, geci. Hát láttad. Rosszul lett a kérdés nélkül fejbe lőttem, menjünk. Vagy a shot is dolog, a bányász, az volt a legkeményebb, geci. Bányász semmiből, még jó, akkor nagy kalik is voltak. Jó, hogy szarok én belé. Elővette a shotit és úgy ledurgantott elkísért minket péréseket, mint a húzat, geci, egy random ellenőrzőkben. Akkora eszének voltunk itt, vagy azon, hogy szörnyű. Nem kollégák, folytatják a járőrszolgálatot. Úristen. Köszönjük szépen. Angelo csatlakozhatunk hozzá. Ezért sietem vissza Paletóba meg vissza. Persze. Ennyire van mehetünk volna nézni. Vagytok amúgy serifek? Közlekedési lámpán vagyunk. Ez egy érdekes. Nincs olyan hely, ahol kevesebben vagy, vagy nekem mindegy, maradhatunk négyen is persze. Nekem én nem sok erre repülök. Hát szerintem így is vagyunk 200 felett, úgyhogy nekem azt szentek mindegy. 420 felett. Ja, voltak érdekes szituációk a múltban. Valljuk be. Fejbelövésem is Paletóba. Enkor ma úgyse lesz senki az utakon szerintem. Ha már dibenzinál, sincs senki.
Volt, hogy fél egykorra voltak valami. Tegnap is ilyenkor fegyverbolt ment itt a D-benzina mellett. Ja. Ez változó, hogy mikor, ki, hogy merre. Na megnéztem, 999-től 900-ig egyiken sincsenek. Most komoly? Annyi? Összes? Ja, bocs, ezre sem sincsenek. Egy százas megnéztem, már csak 90. Na, hát nem még van rá időt. Bent lenni kihallgatóba? Kettes kihallgató, így van. Javol. Nem is egy erőtös puszi kékóma osztály, az igen. Szóval lennének a, mit tudom én, a 111-es. Igen, a minipöcsű dagadt peddel rám tépézett velú, az is jó volt. Az csak sikasztott, mint az összes politikus. Hát ha akkor nem kaptam permát a Twitch-től, akkor semmitől nem kapok, bazdmeg. Jó, elég volt a frekvencia lépegetésében. Kidobsz engem PD-t? Engem is. Aha. Krüger. Mit mondtad, ja. Két légy? Hol tettük a kocsima? Felső parkoló kéne legyen a garázs mellett. Ez bármely. Már rég felvárodott. Állok is. De az darab jó pihenés. Csat. Az még egy sokkal műsz. Igen. Valaki picsán lesz rúgva, ha. Mindjárt van, de jön. Próbálni adni ki körözés, hát megtalálni kollégát. És még benne lenni. Szerintem az enyémet robbantották fel. Gyűjtjük, most jöttem vissza. Kellemetlen. Eltűnt a Dodge-om, amiben volt egy BBS. Az szívás. Az nem finom a szorrom. Köszönöm szépen. Nincs mi. Másik kollega maradt még? Én még maradok. Jó van. Sombrero? Mi ez? Leugrálj! Levelpés! Bocsánat. Bocsánat. Jó sok pénz van nálam kézbe, gec. Két tankolásra elég, maximum. Ilyenkor már senki sincs a városban. Konkrétan. Meg is nézem. Kiemgézem, hányan vannak a városban. Hát, ja. Elég kevesen. Elmes. Na már az elmes is leadja a szolgálatot. Mi lehet köröz a gamerci? Megyek, megbaszom azt a gamercit. Szárazon. Jó, bekötöm az övet. Az bölcsdöntés. Igen, most úgy rá is jöttem. Nem szeretnél patkákat egyik bédés autó sem. Azt. Hol az a fránya gémelt, ha én basszom meg a száját? Csak létszámot ellenőrzött. Meglátjuk. Összes gamercit megállítom, amit látom. Csak úgy sem lesz most, szerintem.
csak előtte beszaladunk Kannáért a PD-re. Jó. Figyeljük. Oké. Okay. Lehetek jó Glarno szókártól, szevasztok. Jó pit. Jó pit. Jó pihenés. Jó pihenést. Jó pihenést. Ja? Ja, hogy így? Ez se az izgalmasabb este lesz, úgy érzem. Na csak nincs pár őrült, aki... Megint itt a gémenci. Kolléga meg bazeg kannáé megy. Csak látták, hogy benne ülök. Ez valami buzi, esküszöm. Jó, el tankolni kell. Kiszesz, légy? Ajjajjaj. Csak biztonsági, hogy megfog. Hát három motornál kell tankolni, hát a főrobbanom. Persze, persze, az a legjobb. Hát, hogy nálam maradt a fegyver, aztán vissza kellett jöjjek a Republic-tok. Miért nem szóltál be, azért bedobtad volna csomiba? Meg amúgy kit érdekel, elmész úgy előtt, az holnap lerakkod. Mindegy, meg lerakta. Na, hello, hello, hello. De elvigyelek Republic-ba? Kocsva jött. Visszajöttem Audi-ba. Ja. Szeretné a kadétot gyakorolni az igazoltatást? Hát elég jól megy, azt kell, hogy mondjam. Igazoltathatjuk a gamer cím. Nekem mindegy. Szép a nap. Hol szállna a gépjárműből? Szí. Gondoltam. Úristen, ha mennyire meglepődtem. Azt a kurva, legalább erre a fordulat nem számítottam. Szia. Egy pillanat. Ja, szia, hello. Hát figyelj, az a helyzet, hogy itt szóltak, hogy köröz, mit segíthetünk, körözgetsz itt a PD körül, és ezt sok-sok megjelentek. Meg telefonozni. De hogy nem, semmi rosszat nem szeretném. Nem, tehát is semmi rossz. Rendben, akkor telefonozzál nyugodtan. Hello, hello. David King 18. Jó pihenést. Jó pihenést. Jó pics. Jaj, tényleg biztonságot. Autók, szana szét. Tudod a kollégám, egyébként lő fegyver. Van. Jó. Még amikor felvettek, akkor kaptam, aztán az azóta is nálam van. Nem mondták, hogy rakjam le. Mármint sosem aztán kellett használni igazából, úgyhogy. De jó, ha van. Majd eljön az ideje. Persze. Nem aggódok-e felől. Az a baj, már lövöldözgetnék. Jó, valakinek mindennapos életet, hogy lövöldözget, de nekem nem, most már néha egy kicsit lövöldözgetnék. Bekapcsol ma az AMPR-t. Itt fog csipogni. A löngép nem előkepedés alatt áll.
Mindig van valami az AMPR-ben. Jó, csak lehet, hogy egy hete volt, érted, körözve azt hát az... Azt úgy is kiírja, hogy mikor rakták föl, hogyha egy hete akar, azt fogom, azt leveszem, mert... Nehéz kimondani ezt, mert racsolok, mint egy csöcsök. Ez a gazdag megy, ez a Dodge-nak a halála. Hát jó, ez vágom, hogy nem tud kanyarodni. Tényleg akarsz vezetni? Ja, nem. El vagyok én itt. Már saját autómat akarom vezetni, járgalöként már azt vágom. Inkább hát. És saját autómat töljem össze, mint másét, úgy vagyok vele. Megértem, nekem is két hét szenvedés volt. Vagyis hát neked azt nem lesz két hét. Nekem nem, hát 10 nap állítólag. Mondjuk ha héten tudnék járni vizsgálni, csak ilyenkor este tudok csak lenni a héten, úgyhogy ez így lehet, hogy leves lesz a héten. Majd ja, tudom. Értem. Oda kell csak adni nekem a járölt, az kész, hát most nem is értem. Kollégák, ki igazoltatta a fekete gamercit? Én voltam. Egy körözött személy ült benne. Ő. Jó volt, nagyot ment. Szép napot. Jó napot. Uram. A kadét úr mindjárt fog igazoltatni. Jó. Ja, jó, most már hallom is. Szép napot, William Scott vagyok, kadét. Egy fényképes igazolványt kérnék szépen felmutatni. Mutatod, de közben írt az SS, kiveszem a pénzt, tehát szállod, és oda is adom, itt van 400. Köszönöm, hogy nevet kérnék szépen. James Westbrook 2002-01. Stimmel is. Gépjármű a zené. Igen. Forgalmi esetleg van rá? Mindjárt nézem, ott van-e. Ó. Még az első ember, akinek lesz? Hát, ezt maga se gondoltak komolyan, úgyhogy nincsen. Na, passz meg, picsába. Jönni a gépjármű? Igen. ACV781, még fejből is tudom a rendszámot. De benne van a gépjármű az AMPR rendszerünkben, rendőr elő menekülésén. De azért már átadtak. Igen. Igen, fixál. Múltkor voltam a rendőrségen. Jim, igen, szőlevél van az autó. Akkor már rákeresünk az emberkére is. James! James. Valaki hív PD-re egy szerelőt. Itt volt. Westbrook. Ugye? James Westbrook. Van egy-két dolog a hátam mögött, tudom, ahogy látom. Volt rablás, ember rablás. Milyen dolog? Hát egy-két csúnya tett tudja. Nem biztos, nem tudom. Számláival hogy áll? Előbb fizettettél be velem minden rendőrök. Nem, hát akkor majd le is ellenőrzöm, hogy ez megtörtént, mit szólsz el. Oké. Okay. Rio legközelebb a Dodge-ot teszik előre. Ebben. Jó ötlet. Kiveszem az AMPR-ből az autót. Jó, hát, ahogy látom, mindent be is fizetett, ember. Az igazolványát ezt vissza is adom. El is veszem, köszönöm. Remélem csináltat egy forgalmit, ugye? Persze. Remélem is. Legközelebb találkozunk, leellenőrzöm úgyis. Jó. Jó, ebben. Akkor további szép napot tudom. Viszlát! A ruházat átvizsgálás gondolom csak indokolt esetben. Persze, ha van rá bármi gyanús. Amúgy semmi izéből, de nem az ő nevén van körözés. Nem. De most ez amúgy sem ígéret volna, úgyhogy igazából tudom.
tackle-ozés az nem rával, hanem Sergio Cruz. De ha most körözés is lenne rajta, ezt nem használhatnám fel IC, úgyhogy igazából tudom. De ahogy rákerestem, kiírta volna egy között személy. És nem írta ki. Mindegyik az ki lenne írva. Küldött személy. Jel van dolgunk. Meg azt láttam. Jaj. Súlyiba büffentettem egyet, bocsánat. Remélem nem harcolott. Hát ilyenkor már csendes a város. Hát igen, kezdek rájönni, hogy a héten valami más elfoglaltságot kell kitalálnom. Néha van egy-két rablás ilyenkor is. De nem sűrű. Hello, Zoli. Csácsú, mit csinál? Meg vagyok, minden oké. Próbálunk embereket keresni. De hát, ez kurva nehéz így este. Ott a körözött személyünk. Alon, közkövetés. Hát most mit csinálják arra? Nyilván semmit. Van benne, nem bűnöd rá a tabletet? Daniel Gates, 10-8, sziasztok. Jó, Justin Garcia, 10-8. Hát, lehet vagy befogom, csak az, hogy a rendőrt is bebindeltem, az kurva nem adott. De, remote bind, nomad, tablet. Próbáljuk keresni a bűnt. De hát ilyenkor gyerekek vannak vagy 60-an szerveren. Nem, de... Mi nincsen kezdünk. Nem. Meg is lett a bűn. Már csak el kell kapni a bűnt. Elfütött, akkor bejön az MDT, de az kívül a tablet 2-re mondhatjuk a 2-re. Nyilván tudom, de ha most csak ellenőrzök egy fizetetlen számlákat... Vedd át a leadet. Akkor kell a tablet, mert nem a izé rendszerrel fogom ellenőrzni, rendszer közben fogom ellenőrzni. Menjünk! Menj, dodge! De nem félünk el, baszett! Ez egy nagyon szép akció volt. Benzinánál, benzina fele van ott. Jelentem, két lévezet elvesztettük. Igen. De most az MDT nem is tudom, hogy jött szóba. Mert igazából ugye bejöttem, hogy per tablet, hogy tudjam ellenőrizni úgymond a fizetetlen számláit, ne csak úgy csupasz kézzel ellenőrizzem. MDT az meg F6 menüben van. Így van, az F5-ben meg van a izé. Carter hogy esett ki amúgy olyan? Hát gondolom nem volt bekötve. De minek mentek neki? Volt valami oszlop. Tehát F5 meg ez. Itt meg nem tudok ellenőrizni izét, mi a faszomat. Fizetetlen számlákat, az csak F6-ból, de az F6-tal meg nem veszi elő a tabletet. Na. És már ért mindenki. Vele tablet 2, mert nincs kedvem bindelni. Hát... Szerintem inkább egyszer beírom, hogy bindés onnantól kezdve működik végig. Szerintem sokkal könnyebb.
Hello. Szevó. Hello. Figyelj már, Angelo, nem jött veletek ide valahol szembe egy fekete gamerci? Nem. PD-nél valaki nézen körül? Köszönjük. Fekete kocka mehetszik, keresünk még mindig. Most inkább nyomom csak... Úgy ez a benzin, ez egy kurva dodge ezt a benzin, de jön szél. Fú, mondjuk tényleg. Ilyen is fogok járni akkor. Hát de ez a leggyorsabb. Na jó, hát most... Aztán meg egy városban nem tudom mennyire tudod használni. Hát egyébként azért engedtem előre a Taurus-t, hogy jobban kérdjük, de drága két lennem az. Ó, ott vannak nekem minden, amiket mindig használok. Frontime PRG XG484 6-os fegyverbolt rablás. Hello, szia. Két lint vagy még a városba? Szép napot. Jó napot kívánok. Mondják. Mondjad. Az én kocsim csak nem megy itt az autó. Ja, negatív, elvesztettük egy autót, csak... Jó. Semmi. Ja, jó, rendben. Csak nézd a rendszámán. Oké. De ez nem az. Akkor mit jelzett? Hát mivel front támpér volt, valószínűleg valamit itt előttem. Red Classy, az fogalm, hogy így visadám. Ez nem a 911 kopi, jó is, és 911. Meg nem mondom. Ha mindjárt rálakkolok a faszomba, azt meglátjuk. Az a baj, hogy két mikrofon van, mert az egyik mikrofon stream, ebben másik meg... Na nézzük. Elkapjuk-e vagy sem? Másik meg a IC mikrofon. És nem tudom úgy mozgatni a kezemet, hogy gyorsan, hogy üljek a billentyűzetet, hogy bejön, így is kurva lassan értem be. Itt csak nyomok egy gombot, azt már ott is van. Itt nem jelzett be, de... Vágod? Tehát most... És majd akár a stream végén meg tudom mutatni, tehát... Két keci mikrofon van előtte. Most a mehetszőt várjuk, ha elindul. Haha! Nincs. Ők voltak ott tűzé. Ajtaja. Igen, úgyhogy majd... Mindenkinek persze, hát mindenkinek mi a kényelmes. Szép jó estét kívánok. Jó estét. Hogy... Jó estét. Nagy jó Isten. És szívességet megtenni neki nekünk rendőrnek, hogy a anyósülésen utazó férfiú igazából biztonság érdekében egy ajtót szerezzenek ma valahonnan, ha lennek olyan kedvesek. Az a baj, hogy nagyon nincsenek szerelők a városba, de leszeretném tenni ezt az autót. Hogyha lenne egy esetleg most SS is, van idejük, akkor egy megjön. Ajtót. Köszönöm szépen. Viszontlátásra. Viszlát. Úristen, védjük itt a rendet. Nehogy húzatot kapjon, érted? Hát kiesik itt nekem a faszba, mit csinálok? Megfázik a húzatba, érted? Mind a kettővel nagyon rossz. Én meg írhattam a kurva jelentést. Ja. Mennyi papír munka lenne a hülye fasságok. Ha! Most te írsz mindent, bazd meg, hogy gyakorolnod kell. Nincs semmi a jelentés, nem láttam semmit. Hát majd ha kell. Há, úgyse lesz. Én pikpakra jó a jelentést. De amúgy tényleg nem gáz. Hát. Lófasz. Lófasz esti fényjel. Működik? Működik. Remélem így is marad. A rendőrt nem bírtam bebindelni. Bárhányszor bebindeltem a rendőrt az ötösre. Másnap felogoltam és minden működött, csak az nem. Ugye azt megelengedtem. Régi autósul, de jó volt. Régi szép idő. Akkor még itt szamkó volt. Az nem, az próbáltam egy pár napig, aztán mondom, jó, elengedtem a picsában. S hogy letették azt az autót, amire egyszer bejelzett az ampér, vagy nem tudom, még egy kamerával is alatt sem ment el azóta. Akkor az valahol megállt, ugye?
Azért jobb a válti. Nekem van 4, van 3, nem tudom melyik. Amikor ízé, így derékre teszi a kezét. Főpubliktól olvasta be az első, ami előre néz, hát nem tudom. Bekapcsolom már én is. Ez az öt? Ez csak az öt velem engedik. Az érdekes volt. Hát kétlem. Ez kicsit gyorsan ment. És még le is vágta egy kicsit a kanyalat. Rádiózhatsz is. Zöld gépjárművet üldözünk a PD mögött. Nem akart megállni egy igazoltatásra. Vettük, hogy a kézi nem mentának, ha megyünk. Szöktészkúr benzinkútnál vagyunk most. Jó, hát már hogyha tudnak jönni, akkor... Jó, hát ha sikerül jön, már csak nem szólva senki. Mondta Jake, hogy ha nem meditál kétlen, akkor jönnénk. Csak még van más egy cég is, tudod? Azok meg tudnának jönni. Tehát Angelo még négyen egy tahóval, ez... Nem mondjuk! Száll a gépjárműből az úr. Spingu. Hello. Szava Spingukám. Miért? Merre vagy küldtél? Megvan. Megvan. Mit tud ez a kocsi? Nem rossz állni. Mi a lokáció? Hol van? Azt tudom, hol vagyunk ez. És 17-es bolt mögötti sikátor. Na, Bingo, egy jogsi van nálad? Hát, nemrég kórházba ébredtem, úgyhogy nincs. Semmilyen irat? Mm-mm. Forgalmi? Az sincs. Ajjaj. Gépjármű, te tulajdonodban van? Igen, igen, egyedi rendszáma van. Ezt lekérdezed, kollega? Egyébként nem volt rossz ötlet bejönni sikátorba a Dodge ellen, de... PNG 817. Sajnos zsákutca. Ja, hát nem nagyon szoktam én menekülni. PNG 817. Csak teszteltem a kocsit, hogy mit tud. Woods, Zack amúgy... nevén van. Így van. Nem, majd ugye elmondom. Amúgy... Én nem is vettem észre, hogy követtetek. Mi volt a követtek? Az egyes bank mögötti parkoló óta. Ja, igen. Ja, igen, én sikátorokat kerestem, hogy hol tudok menni a kocsival. Ja. Jól van, Pingu, figyelj, kapsz egy számlát. Anksi. Boksi. Milyen kis nyugodtan beszél. Akkor szerezd be egy jogosítványt. Legalább az. Azt. Jaj. Nem találok ilyet. Kapsz egy jogosítvány nélkül vezetést, és legközelebb ne menekülj a rendőrség elől, jó? Maximálni. Vagy mi? Köszönöm szépen. Az izgatás a telefonon. Én is. Jó, akkor kitaláltak, és akkor ki tudsz jönni te is, jó? Maxi, köszi szépen. Jó éjszakát, hello, hello. Nektek is, hello, hello. Ő ilyen híres ember a városban, vagy mi? Pingu. Ő nagyon jó fej. Egy heten utaztam ide nagyjából. Na hát Angelóval is igazoltattuk már meg. Egyébként tényleg ő... Mióta itt vagyok rendőrként, egy rabláson se láttam, egyszer se láttam cellába, egyszer se volt semmi, ő rendes. Na jó, ezt jó tudni. Mindig ez a pingvin van szóval rajta, és Pingu a becenevé. Mindig is nyugodtan beszél, ilyen, nem agresszív. Igen, az gyanús is volt. Ha nem azon köszönöm, hogy nem-e valami
marihuánát szívott, vagy valamit. Nem, ő ilyen. A lénynek sárt. Ahol EC mikrofon minőségben van teljesen mással, mint a streamer. A streamer egy jobb minőségű, mint az EC. Az EC se szar, amúgy. Na, az se volt egy olcsó mulatság, de az viszonylag gyengébb. De most valakinél valamikor visszaharadtam streambe, és egész jó, úgyhogy nem bántam meg. Csak az a baj, hogy a streamer gép miatt, hogy... Nem tudom úgy megoldani, hogy... Mit csinálunk, hogyha beszokjuk? Vagy jelentősebb, másabb végét itt. Hát igen. Beszokjátok, akkor feldobjunk még teljesen más. Oké. Okay. Azt én szeretném. Megyek. Nézni. Sajnos nem tudom, nem tudok egy mikrofont két gépbe dugni, mert nincsen izén keverőpultom. Vagy valami ilyesmi. Kéti lehet csatlakozni arról? Nem tudom. Ha lenne keverőm, akkor meg tudnám oldani nyilván, de nincs. Úgyhogy így is mókóva van átvívva a hang a gamer gépből a streamer gépbe, úgyhogy hú. Nem is merek hozzányúlni, geci, mert csak elbaszom. Úgyhogy örülök, hogy átmegy a hang szépen. Meg így is most jelenleg a fülesem a streamer gépbe van bedugva, és hallok mindent a gamer gépből is, úgyhogy ne kérdezzétek, egyébként hogyan. Csak meg kell szokni ezt a dodge-t is. Úgy kell lekanyarodni amúgy. Minden autója, hogy megszakod, aztán utána faszán megy. Igen, yeah, Patrick, aki most az akciót vezette, ezt a hihetetlen izgalmas menetelést. Az ő dodge-jába 5200 kilométer van. És ő úgy vezeti ki, mint egy Taurust. Hát igen, azért a tapasztalat az sokat számít mindenbe. Igazoltattál már? Várjál csak. Csináljunk programot az Octopusosoknak. Jó napot, hello, hello. Vásárolni jönnek? Nem. Kérdezni, hogy mennyire unatkoznak, hogy van idejük. Van idejük. Attól függ mire. Hát ha esetleg van kedvük és szeretnék visszaszorítani az illegális horgászat, végigmehetünk a nyugati parton, hogy horgászik-e valaki és mennyire fogdosnak ki érzetős állatokat. Végignézhetünk, ha úgy van. Igazából nekem elég egy gyűri ember és ketten is jöhetnénk. Én nem mennék, hogyha szabad vagy valaki akar menni helyettem. Carlos, mész? Elmehetek. Akkor menjünk. Amint van info, szóljon a kollégát. Aztán unatkozz itt, valamit csinál valamit. Nem tudom, lövöldöz valami illegális lőfegyverekkel, drogoz. A pulton hagytam két csikkólát. Hát... Ha megnézem azt a pult... Nem viccelek. Ne egyszer szívja fel, mert nem fogok jelentést írni, hogy belehalt, jó? Egy kis kóla sose állt. Nem csak ilyeneket, amit csak. Na vigyázzunk rá a rendőr. Igen. Így van. Ha én itt levágom az utat, az nem lesz jó. Nem fogod levágni az utat. De nézzék, itt menjünk itt balra is, mivel hogy most kevesebb pakolt, jó, mondjuk itt már jó lesz. Kevesebb pakolás van. Az uraknak van jaktjuk? Jakt? Jakt? A rendőrségi hajónk van max. Csónakom sincs, nem hogy jaktom. Végig megyünk a parton kocsival. Jó. Jakt? Terepdocs. Terepdocs? Persze. Ez terepfelfüggesztés, terepgumit. Arra lehetnek olyan? Igen. Igen. Arra is lehetnek, igen. Szoktak néha. De most mondjuk, hogy kevesebben pakoltatnak, így lehet, hogy... Hát, ha találunk valakit. Hát itt nem igazán. Ott nincsenek, nekem van egy tippem, mennyi. Nincs felenk a horgászat, gondolom kell valami engedély valahonnan meg ilyenek, mert... Persze, tőlünk. Á, igen. Igen. Ha szeretne, most írok ennek egyet. Mennyi az ára? Mondd az árakat. Én annyit tudok, az 30. egy hónapos az 2900 dollár. Így van. Esetleg mondjam a többit. Mi van több is? Hát érdekel, van a 14 napos 1500, a 7 napos 800, az egy napos pedig 250. Na. Szokták is ellenőrizni néha, hogy... Én 0-24, mert kurva sok időm van. Ah. És unatkozom. Na, te és te ilyenkor... Pecázgat, telefonszámot cserélhetünk nyugodtan amúgy. Hogyha így van kedvük, izé... Igen, ez egy nagyon pozitív dolog. Hát majd akkor bemegyek önökhöz, és akkor majd, ha úgy van. Jó, mert kevés rendőr, aki amúgy szeretne.
Én azt vettem észre. Hát muszáj néha megcsinálni. Meg a nekem ez elő jött, hát ezt fogom megcsinálni, biztos. Én volt, hogy csúcsítom és még rablás volt, én itt járkáltam a parton. Hát lehetné ez izgalmasabb, mint egy órákig tartó ácsorgási bank előtt. Hát igen, mondjuk hát főleg annak. Igen, én tudnék. Nagyon sokat. Amikor tegnap például... Tudják, én magammal szoktam vinni a Rottweileremet, amikor nincs velem rendőr. Azért, mert hogyha megütnek, akkor a Rottweiler az szétmarcangolja őket. Mert hogyha rám tartanak egy fegyvert, a Rottweiler ugyanúgy szétmarcangolja őket. Múltkor az volt, hogy rám tartottak egy fegyvert, a Rottweiler szétszette azt, a másiknál meg nem volt semmi, megütött, és a Rottweiler azt is szétszette. Az igen. Nekem semmi dolgom nem volt. Hát, hogy éppen most nem is horgászik senki. De amúgy, a vadászat körül szerintem fognak, a... viszont a ruházatunkat ugye nem vizsgálják át. Maguké? Igen. Miért vizsgálnám el? Jól van, jogos, de értek. Hülye kérdésre, hülye válasz. Hát így, hogy megkérdezte. Ezt akartam mondani. Most. De egyébként azt szeretné. Én áttaperolom magát. Nem kell. Most mi van nálam? Milyen, egy... milyen illegális tárgy lehet egy valakinél? Egy, mondjuk egy kombatpisztoly, vagy ilyen. Ajjajjajjaj. Csak vicceltem amúgy. Az Carlosnál van. Hoppa. Meg egy 20-as bökő. Ez durva. És van rá engedély? A 20-as bökőre? Persze. Ha vele születtem. Azt tudja amúgy, hogy aki azt mondja, hogy 20 centi a farkalnak, amúgy kurvára annyi. Hát nézze meg. Hát én nem fogom, csak ez köztudott tény, hogy aki azt mondja, hogy hát nekem 20 centi a faszom annak kurvára annyi, hanem még a fele se talán. Hát de most mondjam azt, hogy 10-es bökő, attól ki ijed meg? Hát nyilván senki, de most nem bökőről beszéljünk, és akkor nem kell megijedni. Jogos. Tudja mit, majd kell menni a leadóhoz. Én kérlek így, fogalmam sincs. Jól van, itt lenézünk. Fogalmam sincs, hogy neki vagy. Nem kell itt nincsenek. Ó, én már olyan helyeken láttam be 100 embereket, el se inni. Egyébként terepjáróval kellett volna jönni. Miért? Elmegy ez terepen. Hát jó, a Human Labs meg itt tudják milyen terep vízbe? Jó, mondjuk ez átmegy ott a múlt prevóval, mert... Szerintem örülnek a rendőrök, megtaláltak. Én első nap, amikor jöttem a városba, a gátnál pecáztam. Én is, ott szoktam. Ott a mézbankos úr vitte engem. Azt mondta, kapok egy kisebb összeget, ha a botot, csalit, és akkor csak pecázzak. Hát nem jó van. Mondjuk. Akkor rendes volt. Aztán serif lettem. Ja. Ja, nekem meg nem szedték le, nem engedélyezték a plusz levételt, szóval nem lehetek serif. Jó, hát most csak egy rendőr gyilkossági kísérlet. Ja, bőven elég. Csak egy rendőrölés kísérlet. Na, én vagyok az, aki baszolatja a húgát állam. Menj már a faszomba, kajam! Hogyha kell, én utánuk tudok. Te vagy az, aki mindig afkol. Azt tudod. Van ejtőernyő. Akkor már tudom. Ha úsznak, akkor lövünk. Azt összint. Vágom. Jó. Azt mondjuk kemény. Ez jó. Csak remélem maguk tudják is használni a fegyvert, nem mint a múltkor a rendőr úr, aki nem tudta magát megvédeni, és majdnem agyon lőtték, hogyha mi nem lőjük le az elkövetőket. Mármint a horgászokat. Hát a múltkor, amikor mentek velünk, ott az a horgász. Instant tüzet nyitottak ránk. Ketten vannak. Na nézzük. Szép napot! Csak akkor járok fel. Szép napot! Kívánok az úrnak is. Szép napot, akkor az úriember kérem mutassa fel a horgász engedélyét. Én pedig a hölgyhözre. Én a... Jó, várj, jó, magának ma írt. Gazdag negyed, van egy random háznál a kordítóra kaptuk. Rendben, várom. Én a csapatépítőn, és azt néztem, érvényes. Hogy folyamat afkoltálom. Jó, tökéletes. Köszönöm szépen. Jó. Oké, és pedig azt hittem, nagy fogás lesz. Nem. Nagyobb. Alud, kész, van benszerelő, készítsenek ki. Jó,
Nem nagyon láttunk forgászatot. Rendben, és ne adja jó Isten bármilyen atrocitás értáit önöken. Most itt tűnt egy két-kettő perce, úgyhogy még nem. Na jól van, hogyha bármi van, akkor szóljanak, mi jövünk. Jó. Jó horgászatot. További szép horgászatot. Viszlát, bűjjön. Hello. Ez bánt. Ha... Carter, adtam le lelemáratok egyébként. Ah, talán az a legjobb meghatározás. Humát azt agyolom a faszomban. Aha, az elvesesre, ja. Rendben. Még mondta is a... Men. Hugod, no, talán, nem tudom. Tudom. Jobbra már nagyon úgy érzem, hogy... Aki Meláni azt hiszem? Nem vagyok még tisztában nevekkel, még most se. Már itt vagyunk a halleadót. Kollégák. Megint csak, mert mindig csak itt állnak. Itt jobbra. Beleköhögnek a rádió, hogy valamit csinálnak, ha baj van. És akkor... Megközelítek, tudni fogjuk, hogy hol van. Stand írok egy támadni. Akármit, egy akármit fogok írni az SMS-ben. Egy darab jó, betűt rend. Vagy számot tudtak mindenki. Rendőrnek mindig a legnagyobb erénye a fegyver. Szegény malac. Szóval menjen a stand-up comedy, megtaláljuk magukat. Küldöm majd a fordítva csak, hogy hol lesz. Vette. Akkor nem várom. Vagy máskor volt? Az lehet, hogy keverem a szitut. Csöppet túlmentünk. Négyen vagytok testvérek itt, és mind a négyen serifek? Kettő lány, kettő fiú. Ó, Jézusom. Miért? Akkor még nem találkoztam mindenkivel IC, úgy érzem. Amikor meg itt volt az oktat is. Ja. Itt egy pillanat. Hát itt nem nagyon van senki. Koordináta nem volt itt senki. Hát híres. Kő gondolom. Igen? Hopp, tankolunk, szóval mindenki kérem. Ott egy puma. Lelőhetem? Ha csak ha támad. De az támadni fog valakit. Majd hogyha felénk fut, akkor lelőheti. Én már nem tudom. Én az a baj, hogy annyira nem vagyok jó a nevekbe. Engedélyt kérek, vagy ne vagyok kirosztassam. Hát a felvétel, arra se nagyon rémlik már, hogy ki volt bent. Egyedül Oszt rémlik, hogy ő bent volt, senki más nem rémlik. Mert ugye ő jött ki velem külön szobába, hogy elmondjam neki, hogy én mit csináltam annó Chicagóba. Még csak feltételezünk, beszélgettünk róla, de ha látom, akkor az nem feltételezés. Akkor csukja be a szemét egy percre. Meg akarom nézni, az a kutyám mire képes. Az azért kirúgnak sajnos, szóval üljünk inkább vissza a lépcsőre autóba, amíg nem látok semmi rosszat. Igen, voltatok jó páran, azt tudom, érdekes, kellemetlen is volt, hogy bemegyek és azért itt állnak hatam, most mi a faszom lesz, érted? De olyan sztorival álltam elő, hogy nehéz lett volna azt mondani, hogy aztán hogy ránk jön a beta. Igazából, úgyhogy... Rám is meg menjünk balra vadászat. És ezt még mindig tartom is magam. Jól vannak? Igen. Szép, akartam mondani éppen, hogy a rendőrszoba még nem ültem elő, de hát most se. Nem olyan nagy cucc. Ugyanolyan az ülés. Ugyanúgy tele van fint, van meg ilyenek, úgyhogy lényegszerűen szerintem. Jó, de aztán maguk csinálták, nem egyiteket. Csak néha hátul rosszabb. A hájnak meg ilyenek. Elég büdös van itt. Hát most, de most nem az, hogy öreg tompó, tehát IC, én egy senki voltam, nyilván amikor oda mentem hozzátok, hogy most akkor jelenkezdék serifnek, de előálltam egy olyan sztorival, hogy meg nem volt ehhez a felvételi amúgy, tehát semmi olyan kérdés nem volt, gondolom majd járővizsgál lesz, de majd itt menjünk, de itt vigyázzanak, jó, itt jó, itt egyenesen át. Nem tudom, hogy szerintem senki nem tudta, hogy most én amúgy én vagyok. Inkább olyan sok tésztük, hogy mennyi értelmesek az emberek. Ó, értelmes vagyok. Azt a... Meglátjuk. Azt a... Utána pedig elmentünk az egyel. Nem mondom, én olyan sztorival álltam elő nekem, a CK kérelmet is... Tudja, ki szokott itt horgászni? CK kérelmet is úgy írtam meg, hogy... Erik Delko. Le. Hogy én már úgy jöttem a városba, én rendvédelmi szerv akarok lenni. Nem. És kitaláltam egy olyan sztorit, ami a fasz. Ami tudtam, hogy be fog válni, bárhova is megyek. És Erik viszonylag nagy pozícióban van. Amúgy igazából PD-nél akartam lenni, álltam is ott egy 4 óra 20 percet, aztán rájöttem,
DC alapján, hogy aznap is volt felvétel még a sheriffsége. Hát mondom, akkor miért megpróbálom oda. Láttam, hogy is lesi a líder, mondom, azzal nem lett baj. Majd ezután. Aztán itt kötöttem ki. Pedig itt megint is pecáztam. A célom az, hogy jó. Hát itt nem vagyunk. És volt horkász engedélye? Persze. Persze. Na. A mi más? Ez olyan, te ne is beszélj róla. Ez olyan, hogy a kombatra van engedélyem. Tehát ez kétlem. Én is az, hogy magánál volt. Még lenne engedélye, is elvenném, hogyha lenne magánál, persze. Igen, igen. De ugye nincsen, tehát... Nincs, persze, hogy lenne? Ha. Azért ott a ha. De ha véletlen megnézi, akkor bele tukmálták a zsebembe. Miért? Belenyomták. Én tukmáltam bele, hogy? Talán... Jaj, nem, már csak itt fákat láttam, azt hittem, hogy láttam valamit. Juhuhuhuhuhuhu. Közel volt. És itt a drogföldeket nem ellené részük? Ja, most horgászokat keresünk, vagy... Vagy bűnözőket. Meg az engedélyt kell kérni felettestől, ez razziának minős. Razzia, persze, meg az többen nem izé. Mondjad, Karcsi. Ketten. Ha, itt vagyunk mi is. Aha, jó, szerintem igen. Önök nem vehetnek részt ilyen akcióba. Halló. Ez a helyzet. Na meg aztán ugye, ha az illegális lőfegyver rendé lenne és használna, akkor azért biztos bizony le kéne, hogy csukjuk. Ez így van. Tehát ő nem is tehetne semmit. Sheriff úr ön ismeri Eric Delcourt, igaz? Hát nem rémlik. Én nem rég vagyok az állományban, úgyhogy én nem jól vagyok tisztában nevekkel. Ő őrnagy. Mögötted. Mindig egy ilyen Dodge-on jár kell. A Dodge Charger. Nem, Hellcat-tel. Ezzel sem nagyon segített. Ez igazi komoly Sheriff autóval. Én nem is láttam. Mi 300-zal megy. Hát... Amit vége, és akkor nézzék, bejelölöm. Tesszük meg, mert akkor egy kisebb, neki van egy Iker bátyja, én aki elpizor bátyja, és egy nővérünk, aki meg most alig van, lehet dönteni, mert mondta az első tippt, hogy akkor állandóan. Lehet amúgy. Rá, hogy van egyszer csak. Hello, hello, szia Hector, szia, ahoy, ahoy. De ti, a két fiú ugyanúgy néz ki, nem? Milyen kis fürk ez a rendőrautó? Mert akkor lehet, hogy ez akkor... Ez is megy egyébként. Majdnem, ja. Akkor lehet azért kevegem, ja. Hú, mosoly van. Oj. Sheriff urak, nagyon-nagyon jó mosoly. Hogy eszembe jutott. Van két számlám, azt be is fizetem most, hogy van egy pár ezer a kártyám van. Ezt nem se lehet tudni. Már megéltem. Akkor ja, lehet. Amúgy tényleg. Ja, szerencsétlen... 18 ezerből kinyene. Az a két számla. Melandi is tegnap feljött. Mennyire sem, mennyire. Feljött, mert Pablóval ketten voltunk konkrétan így. Mind a ketten kadétok, és a PD-sek megbeszélést tartottak, ami nagyjából egy két órának tartott. Feljött, szerencsétlen. Nem történt semmi, volt egy boltrablás, egy bogolás, aztán lelépett, mert nem történt semmi. Úgyhogy, de a szerencsétlen feljött miattunk. Ezt sem gondoltam volna, kifizetem az összes számlát. Jézusom. És maradt két kutatja, úgy 18-et kibasztam számlákra. Az szép. Számla volt akkor. És még maradt 700 dolcsim. Ezért fizetem. Na várjanak, stop. Itt választom, hogy itt jobbra vagy ott balra. Tényleg más stílusú a haja kicsit, és nekem van közös állat, neki meg dolgos tája. Inkább az ott balra, hát mondtam volna. Ez ennyire nem tudom megmondani már. És itt le. Most nézzük meg, hogy vannak-e nyitott autók, amikben van Vangelus. Na, uram. Ezt meg se hallottam. A rendőr úr az egyébként az milyen rangban van? Járőr vagyok. Járőr. Ismeri Jeffet? Egy hirtelen nem ugrik be. Az olyan névmemória. Pablót is csak azért tudom. Ennyi. Jaj, nem editál. Mert el van mentve a számba. Megvárj. Konkrétan. Amúgy igen. Azért tudom. És szerintem eddig vele voltam a legtöbbet. De ennyi, tehát...
Nagyon, nagyon nehéz a név memóriám. Néha DC-ről lesem. És egy legális fegyvert találunk nála, azt lefoglalják? És honnan találnánk? Hát nálunk. Indokolt esetben van ruglázat átvizsgálás csak. Nálunk nem. Jó, nálunk most ennyire szeretnék átvizsgálni a ruglázatukat, tehát... Ja, nem, nekik. Nekik. Nekik nem kell, minek. Jó ja, napot kívánok. Állami rendőrség. Jó napot, nemzeti halőrség. Ez mi a jó pelát? Akkor most várok. Amúgy az, hogy várjuk, mert megvan egy rádió szolgáltat. Jó pihenést. Jó pihenést. Szerintem akkor kinyitja a szemét. Jó voltunk az olasz. Azt várom, hogy Flash vitte az olaszokat, csak hogy ti is ott voltatok, de akkor ja. Jó, én azt mondom, hogy egy egész jó társaságba csapódtam bele, úgyhogy nem bánom, hogy a sérülségre jöttem inkább. Lehet, hogy csak napozik amúgy, nem is horgászik. Már mondjuk napozni nem hiszem, mert már eléggé jó színe van. Vagy csak már nagyon régóta itt van és leégett. Az is lehet. Ugyanezt mondtam itt előbb. Yeah. Pár nap eltérések kecéka, ám. Ettől kérek érdő. Mit az úr kinyitja a szemét meditálás közben. Leskerődik egy kicsit. Hát azért ezt a tájat én is nézném meditálás közben. És akkor még becsukja vissza, csukja a szemét egy kicsit. Úgy marad. Komoly dolgok ezek. Én csak már legyek járőr. Legyen egy olyan nap a héten, amikor fent van olyan ember, aki le tud vizsgáztatni. Azt mondják, húzódjunk fedezékbe, azt lessük meg. Nem, mert lehet, éppen ezt hallja. Hát de meditál, akkor nem. Hát de lehet ilyen álmeditáció. Én azt mondom, hát csak hogy nem. Pedig várjunk, utána meglépünk. Jól van. Majd kijátszom minket. Az csak egy Austin vizsgáztat csak? Mi helyettes vagy ilyenek, azok is vizsgáztathatnak, nem? Na bassza meg. Hát akkor maximum hétvégén fogok levizsgázni. Nekünk jó lenne. Jaj. Tehát támogatom addig itt a serépségre. Tonhal steak. Az igen. Az azt igen. Egy rendőr úr. Bízom benne, hogy feláll. Ja, már így szokott neki állni a szexuális életnek is? Mhm. Az már probléma. Hány éves, uram? Ó, köszönöm. 76. Hát akkor már úgy van megéltem. Nem, csak vicceltem. Hát már... 27. Állománytábla alapján 9. napja vagyok itt, de viszont volt 3 nap kiadásom, ami nyilván IC, azt mondom, hogy vissza kellett mennem Chicagóba még egy-két papírt elintézni. De ugye nem voltam egyáltalán IC 3 napig, úgyhogy nem tudom, hogy az állománytábla szerint kell nézni, vagy jelenlét szerint. Szemetelésre. Mert állománytábla szerint akkor konkrétan már 9-10 napja tag, állománytag vagyok. Úgyhogy igazából vizsgázhatnék, csak hát nyilván most azért Flash nem fog feljönni. Én sem jönnék fel helyébe. De héten csak ilyenkor tudok lenni este, délutános vagyok a héten, úgyhogy így konkrétan beszoptam a maci faszt. Orvhalászat viszont van. És ez mennyi? $250. Hogy mi 700? Hát azért nem nagyon félek tőle. Tehát én annó, amikor... Még a nagy szerverestart után jelentkeztem sheriffnek, akkor még konkrétan a munkahelyemen, miközben dolgoztam, tanultam a kibaszott elméletet. Nem úgy azt mondom, hogy ezt hagyjuk. És így is nehezen mentem át. Bőven van tapasztalatom rendvédelemmel kapcsolatban. Jó meditálást, uram. Van bőven tapasztalat, de például ilyen ballisztika, meg ilyenek azok, fú, de utáltam mindig is. Tehát soha bűnös életben nem fogjuk használni így, csak nyilván vizsgán kell a ballisztika.
úgyhogy azt majd még azért át kell néznem. Itt föl lehet. De úgy nem találok az ilyenektől már. És akkor itt álljunk meg, és én meg oda megyek. Innen nem lát. Látjuk pont innen. Látni. Ide álljunk be így pont egy kicsit lejjebb. Hülye, ha egyedül leszek, bazdek, vagy valami lesz, és nem lesz semmi mozgás, ilyeneket fogok csinálni, hogy a horgászokat. Izé, baszogatom, rohadjak meg. Valamikor föl kell kelnie. Egyszer-kétszer olvasod és érted, akkor semmi nehézség nem. Ja. Meg nagyjából vágom a balisztikát is. Mert mondom, annók tanultam, geci, a kibaszott vizsgára, mert nagyon akartam arra a serifséget. Össze is jött. De ja, most nagyjából saját szavaimmal el tudom mondani. Van három balisztika, abból kettőt tudok, a harmadik említ eszembe. Mi lenne, ha megnéznénk itt nem messze, itt bejelölöm, mint a GPS-en, itt van egy ilyen, még egy ilyen pont. Mi lenne, hogyha oda elmennénk, és akkor utána visszajövünk. Addig, hogyha megint itt fog meditálni, az meg szar. Az nincs nem messze. Hát most... Az nincs olyan azért, nem biztos. Én azt mondom, hogy lépjünk le. Az kúrom messze van. Geci! Hát ez még helikopterrel is sok. Megúszta. Jó pét. És utána meg jöjjünk vissza. Dehogy jöjjünk vissza. Dennis Morales, hát úgyis erre kell jönnünk. Ja nem. Miért? Jó, 10-8. Hazudtam. Vagy ez miért a 10-8? De amúgy remélem nem. Nem, előfeldőle, ki tudja. Itt balra sziklák, meg valaki lehet. Ha? Jön, elmettem. Meg mennyire van komolyan véve a vizsga amúgy, tehát... Ez itt még lájtos terep, de itt lesz majd egy nagyon brutális. Nyilván fassávat kérdezek, mert nem is kéne elmondani, de... Volt, tudják, az igazán nagy szívrát, hogy megkérdezem, se bírok szinte végig menni. Az túl nagy már. Az alaszod már. Magas sem van, és úgy mondja. Azért itt van pár helyen, lehet bujkálni. Hát ez biztos. Horgászni. Na ez itt érdekes lesz. Igen. Aztán meg tudom, mi lesz. Igen, gondoltam, hogy valami ilyesmi választ kapok. Nekem nem. Nem is vártam, hogy olyan választ adja, ami kielégíti az én kérdésemet. Nyilván, tehát... Hát most ugyanúgy fogom venni, ahogy eddig is vettem igazából. Jó, mert igazából egyedül a serifségen kellett vizsgáznom konkrétan. Annó, utána a többi PD-s karrieremben már egyből izé. Amúgy én megveszem. PD-s voltam, vagy na, szerintem járvő okay. Voltam, ugye. Meg ilyenek, úgyhogy nem volt az, nem volt azzal a gond. A serifségre annó kajak tanultam. Milyen mondtam, durva, hogy 27-8 évesen, geci. Egy játék rávesz arra, bazdmeg, hogy kajak tanuljak. Na, ez a durva amúgy. Pánikra semmi. Én nem tanulok. Úgy ide is be lehet állni. Nem tudom, hogy miért morgászik senki. Mert kurva nehezen megközelíthető. Hát ezért nem jön ide senki, és nyugodtan az ember horgász. Jaj! Va? Durva. Vajon, ha most visszamenne. Már föl kell tanulni? A fennet, de én viszont megyek. Na, mit csinálsz? Hát azért meghallgatnak, elolvastam azt a saját példát. Nyilván úgy, hogy én ne tudjak meg semmit belőle, amit nem kéne. Mondjuk. Jó pihenést. Én sajnálom, esküszöm, hogy annak a kettőnek volt engedélye. Egy... Ez már amúgy régen kiírták, azt hiszem, hogy majd lassan egy játék. 15 éves rávett egy játék, hogy nem az úr meg én ma. Csak az IC vizsgál. Ja, hogy hölgynek régóta volt. Nem, hát én a srácot ismerem. Direkt ja, aha. Megkért, hogy írjak neki egyet, amint eladó lettem. Hát én sem tanultam, tehát most... Itt a barna. Nagyon rossz ezt elmondani, nyilván, ne kövessétek a példámat. Hát én az iskolában nem ültem le tanulgatva, meg ilyenek.
Husi, kösz szépen a követést. Hello, szia, csá. De gyerekek, mondom, én melóba, akkor már irodával dolgoztam. Ültem a számítógép előtt, ketté volt osztva a monitorom. Ez nem NLK, nincs is NLK a szerveren, tehát. Most ha ezért követtél be, akkor... És az én szilverádom konkrétan, hogyha... Baj, mert amúgy nem is kell bekövetni az, hogy írhass a csetre, tehát. 65 liter. Az igen. Ketté volt osztva a monitor, egyik oldalon dolgoztam, másik oldalon meg közben olvasgattam a tananyagot. Nagyon sokat. Nagyon durva volt. De hát akkor nagyon akartam a segítséget. Meg is lett az eredmény, hála az égnek. Itt le kell menni jobbra. Segítség szinten is, meg streamer szinten is. Ja. Játszok. Ugye akkor is volt három hely, ahol jelentkeztem. Két szerelőtelep volt, meg a serifség. Két szerelőterepre már rég kaptam választ, hogy izé... Rég kaptam választ, hogy felvettek, meg mehettek. De mondom, nem, én a serifséget jelöltem meg első számúnak. Úgyhogy én azt szeretném, azt megvárnám, hogy onnan választ kapok-e, és kaptam. És oda se lettem volna felvéve, csak volt egy srác, aki beajánlott, úgymond. Ja, olyan bánat voltam, mint a Riza, nem tudom, ismeritek-e ezt a fiút. Végig balra. De legalább olyan bánat voltam, mint a Riza 87. Jelenteni, használatban lenni lőtér. CJ! 10-7! Egy kicsit menjünk le balra? Vadászuk a horgászokat. Egy fehér kicsit láttam. Nem, semmi. Nem ismerős ez a név? Á, nekem sem, néha is szokott izé... Ami semmi. Hülyeségeket streamelgetni, biztos? Néha, hogy beírk állaktól, csak hogy lássák a nevem, aztán egy... Ja, mi? Ez hétvégén ér. Ja, nem, ezt Riza szokta nálam. A kurva életbe. Igen. Aha, akkor sokan vannak. Akkor majd visszajövünk hétvégén. Ugye? Az a legjobb is. Volt. Kár az-e? Partom lenni, nem? Nem nagyon majd. Valamelyik biztos. Egy utána kérdik, hogy hogy jön. Hát ott vége is a part. Carlos egyik leszek, igaz? Jó. Baszom ki. Az a baj még, ha valamit tudok tárra. Én sem. Lehet lesz a tetsző. Itt meg tankolunk. Kilátás. Jó. Szét is nézek az okostelefonommal. Az enyém buta. Azért nézelődök én. Azért ott a szigeten basznak. Hello. Kik? Hát... Nem tudom megmondani, ne arra úgy. Egy fiú és egy lány, ez biztos. Ember vagy ember, jó. Fiú, emberek, ja. Ahogy basszanak. Persze, ezt nem is akartam megzavarni, mondjuk beszállnék, de... Majd legközelebb. Nézd már tényleg. Hülye? Nem tudom, én mindig tartottam ezektől a hárosoktól, hogy egyszer jelenleg valami rossz helyre dugod, vagy valami, akkor az... Nem lesz mosoly. Biztos fél és egy biztos. Nagyon kell figyelni, hogy ki melyik oldalon van. Ha de lupnak, lup, csak mások előtt. Persze. Úgység, most nagyon boldog. Nem kell válogatni. Persze. Lehet, csak kakaós lesz. Ahogy mondta, CJ is. Nincs bajom a melegekkel. Nagyon szívesen elnézegetem, hogy két gyönyörű nő nyalja egymást. Hú, geci. Még szervere játszol? Elfelejtettem a logót kirakni. Menjünk le. Nightfall. Hát ilyen jobban megközelíthető, de mégis eldugottabb helyekre is mennek. Még hogy őszintén itt még sose találtam embert. Hát ma lesz. De amúgy a címben is kivonítél, hogy NF, bár abból nem mindenki tudja kikövetke. Én tudom kikövetkeztetni. Nem lehet végigvenni. Pont kell menni. Jake Young, 10-8. Van egy izgutatár. Sziasztok, jó szolgáltat. Minden maradék rendelnek. Szia. Jó hallottam, hogy csak a rendőröktől köszöntem?
minden maradék, igen. Jó van, a serifek le vannak szállva, jó van, megéreztem. Nem sűrűn vagytok egyébként mostanisága 4-esen, amúgy azért nem szoktunk. Hát én mindig úgy kezdem, hogy 6-oson beköszönök, kurva nem kapok választ, ezért jövök a 4-esre, aztán csókolom. Ha. Hát én itt szoktam nem kicsit senki. És önnek van engedélye? Én vagyok az engedély. Ja. Igen. Én magam az vagyok az törvény. Mi megyünk gyorsan. Ki a fasz? Írok magamnak egy. Egész tegnap kimentem Palettóba egy autó, hogy legyen ott is autóm. Hát kaptam vagy 5 trafit. Majd befizetem. Csak a megszokás. Innen okos telefonnal nézzük végig a partot, mert itt vele nem megyek szerintem. Vagy? Ha fasz nem egyszer érünk. Jó, de az nem most szeretnénk befejezni. Még rájtsd, még rájtsd. Ezt be sem vagyok kötve. Minek azt én sem. Bízok én magamban. Hát itt nem megyünk le. Hát igen. Csak nem én nem megyünk benned. Na mindig. Hopp, azért már nem megyünk vissza. Hát itt sincsen. De amúgy úgy én azt mondom, hogy ezt hagyjuk a picsába és menjünk már vissza amúgy az autópályán. Az autópályán. Miért? Azért, mert az biztos, hogy az bízok benne, hogy ott lesz, és tudom, hogy annak nincs engedélye. Aki ott horgászik, annak nincs engedélye. A az autópályán? Nem, a Human Labs-esnél. Ja. Szerintem meg azért horgászik ott, hogy ne pakolják le? Nem, a félkaramat ráteszem itt, hogy most vagy nincs engedélye. De nézzük meg amúgy, megéri. De ha nem uram, de ha nem, akkor jön egy havi horgász engedélye nekem ingyen. Jó. Jó. Na, és már csak oda kell menni. Mindjárt megyünk egy pillanat. Ide még benézünk, mert itt szoktak horgászni. Ennyi lebizniszelem én magamnak a horgász engedélyt, bazd meg. Nem egyszer láttam itt ember. Amúgy itt élek szokta. Itt nincs itt senki. Bárha én éjszakás műszakból hazajövök, reggel feljövök a kis szerverre, ahol neki, hogy a nagyjából minimál, 4 és 7 player tartózkodik nagyjából a szerveren. Nem hiszem, hogy bárkor legyen el kéne az engedélyemet, de nem baj. Lehet, hogy már holnap is van ilyen? Igen, amúgy. Meg kell nézem a rendet, amit nyilván nem frissítettem. Jó botot is elveszítettem. Persze. Ja, holnap forz, de szerdán lehet, hogy pecázom. Most már megvan rá a pénz, Maze Bankban ott van a pénz a horgászszetre. De miért összetek el a botot? Hát hogy ne tudjon tovább, mert ne tudjon hová horgász, mert múltkor ott hagytuk a botot, elmeneket, beszálltunk a kocsiba és már horgászott tovább. Hát az oké, okay, de hát akkor megbírságod megint, tehát a horgászbot az nem illegális eszköz. De nincs engedélye, akkor nem. Igen, horgász, nekünk ez így le van írva a papírunkban. Hogy a horgász felszerelést. Horgászod? Hogyha van nála 2000 csali, azt is lefoglalhatom. Az oké, okay, hát... Minden, ami nem ilyen legális dolog, hogy maguk foglalják. Jaj. Na jelöltbe hova kell menni? Ota? Nincs messze, most ez a Dodge-on gyorsan ott vagyunk. A fi miatt se kell lassítani. Azaz. Mint hogyha... Ez jó, ezt rohadjak meg, én is fogom csinálni. Kis horgászokat ellenőrzik. Meg fogok elkérkezni, egy oktopuszos. Kicsit nyomod. Gyere csak velem, haver. Nekem kinézzenek, hányba vizetetlen számban van. Azt nyomjuk. Sok van az újra? Egy sincs. Rendőradat nem méri. Az pont a határ. Megkapom, azt beígítettem, hogy hegy. De az a baj, hogy amikor elbaszom az összes pénzemet kutyára. Meg kaszinóra. Igen, az baj. Az se biztos, hogy egyébként se egy kollégának mondom rajtunk, hogy van, de rendvédelmi egység. Lehet, hogy vagyunk már csak ketten. Hát, akkor még pont tudunk rabolni egy boltot. Az még pont lehet. Na, de már nem sok helyünk, ugye megyünk. Még egy helyet megnézzük, mert volt egy meditáló srác. Igen, megnézzük a srácot, hogy van engedélye, megkapom én a havit, aztán és mi van, ha nincs ott, akkor ki kap mit? Hát akkor senki semmit, nyilván. És hogyha van-e, és hogyha nincs engedély, akkor mi mit kapunk?
egyes sprintexet. Egy válveregetést. Ne, egy egyes sprintexet. Azt honnan adjak, a PD tárlóba sincs. Hát még nekünk sincs, nem nektek. Akkor egy-egy tárlót. Bilincs-bilincs kulcs, nem kell esetleg? Jó, oké, de korrupció az a baj. Legyen, de nem, nem korrupció. Dehogy nem. Ide ládából. Hú, de szép az eleje, ilyen kis... Harcsa. Ez az új 20-22-es facelift. Ki a design? Mit tudom én. A sofőrünk. Jogos. Vagy a hegyek. Hegyek, hogy jön látszunk, de elmegyünk. Azt akartam mondani, hogy rendőrség az hegy. Elmélem, ott lesz és lesz engedélyem, mert akkor van egy havi horgász engedélyem ingyen. Nem mintha nem lenne rá pénz, de... Valóban én is rájöttem, de most meglátjuk majd, hogy mennyire. Nagyon. Na, ez a 20-23-asra, ez már ilyen előre, nem? Persze. Prototípus. Ha most egyben nézzétek, hogy meg kell nekünk. Nehogy akkor jön, amikor rájön. Akkor lelövöm. Jaj, de vicces volt. Heh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 
akció indul. Van nincs ott. Fiam, ott vagy. Hova most megy el? Fiam. Gyerünk gyorsan, villog ott fel. Érdekes, nem még egy kicsit hagynak kibontakozni. Nyugodtan. Cső. Az eltűnt. A füstöl, mint egy átérői, úgyhogy. Igen, elvileg, de várjál, most állítunk meg valakit. Cső. Jó napot kívánok, kiszállni a gépjárműből, uram. Szép estét, az uram. Itt a horgász engedélye van az úrnak. Nincs. Akkor miért becázad? Szeretem a halat. Micsoda? Szeretem a halat. Hát de kell engedni a horgászatot. Rendben, uram, akkor bemutatkozni. Ja, hát akkor én nem is fogsz aludni. Tudja esetleg, hogy ilyenkor mi az eljárás? Fogalmam sincs. Akkor most felvilágosítom. Szóval ilyenkor első teendőnk, hogy átvizsgáljuk a ruházatát. Jó, ha már nem jössz, akkor kipelmázlak innen. Lefoglaljuk, hát mennyire szeretne együttműködő lenni. Jó pihenés, menjél aludni, mert fel kell kelni az iskolába. Rendben, akkor eltekinthetünk attól, hogy elveszük a horgászbottyát. Amúgy se, ja? Végül is. Átvizsgáltam a ruházatát. Természetesen. Köszönöm szépen, kérem álljon nekem háttal. Rendben, akkor itt szépen belenézek a zsebébe. Belenézhetek addig a csomagtartóba? Persze, nyugodtan. Rendben, ahogy látom, itt, itt van egy pénztárca, itt vannak ilyen kis zsákok. Jó, ahogy látom, a hátára fel vannak, az egy horgászbot, itt van kemény, itt van egy pisztoly, itt vannak halhúsok, rendben, uram, a halhúsokat azokat le is foglalnám, ez az a pörölycáp, tudja, az összes, a sima halat nem. Jó, rendben. Azokat kérem, adja oda a 220-as számra. Hát nem volt, tudom, hogy olyan megkérdezni, én most azt mondanám, hogy ha most nem kiváltja az engedélyt, akkor én hagynám elmenni, de ez az én véleményem. Tehát most leszopatni embereket, amikor lehetne más megoldás. Gyorsan még egyszer így belenézni, ha nem probléma. Jöttem. Mert nagyon együttműködő, normális, tehát. Kis ládika. Hű. Ezt most nyitotta, uram? Nem. Ja, azt hittem. Mázista lett volna, pedig azt mondtam volna, nem? Én azt mondom, hogy most adnék neki egy esélyt. Kaja, pia. Jól van. Igazából az úriember tiszta. Sajnos még egy számlát ki kell írni. Mindig ja, tényleg, dolgozott, addig beszélgetés, és kb. 30-30 jóval át voltam, hogy Jézusom. 200 dolláros számlát. Rendben. Kérhetek egyszer még az alványt? Természetesen. Már mindjárt elő is veszem. Esetleg majd tudom ajánlani, hogy fáradjon be a boltunkba, és akkor tudunk írni magának egy engedélyt.
itt horgászhatva. Jó, rendben. Vagy igazából most is nagyon szeretné az ujjamban. És akkor ezek a kellemetlenségek nem fognak megtenni legközelebb. Hát, hogyha most el tudjuk intézni, akkor azt megköszönném. Akkor írok egyet. Jó, rendben, köszönöm. Uram, arra a fegyverre van engedélye? Természetesen van. Milyen fegyver van Zornál? Revolver. Aranylevolver? Igen, van. Igen, tanúsítom. Rendben. Azért, hogy ha végeztek itt az urok, akkor az engedélyt meg szeretném nézni. Teljesen együttműködő, tehát... Majd kérnék egy személy igazolványt, várjon. Pillanat. Az volt olyan ismerősével. Várjon, majd ezt elbasszam. Olyan kérdésem lenne, tudod, hogy milyen engedélyt szeretnél. Kibannoltassam mindenhonnan. Van 1 napos, 7 napos, 14 napos, illetve 30 napos. A 30 napos az 2900, a 14 napos 1500, a 7 napos 800 dollár. Az volt, az ilyenekkel azt kéne. 30 napos. Kibannoltatni mindenhonnan a picsába. Akkor az meddig érvényes? 12.09. Annyi, hogy ezt az engedélyt, ezt majd helyszínen kéne befizetni, azt menni fog? Meg elsőbb meg átjössz. Azt még itt Nem, hanem helyszínen... most. Luxus ja, szűz. 2900 dollár. Persze, megy. Még egyszer elkérhetném a személyét? Röncsöljön. Jó, Pét Kristóf. Én így megválom a szerveresit, aztán lépek én is. Picsába. Pedig jó lett volna az az ingyen engedély. Majd. Telefonszáma. Nem éhes az úriember? 90821. Hogy mondja uram? Nem éhes az úriember? Ám nem, köszönöm. Rendben. Raklap pénz, csak dísz. Nem is hittem volna. Azt hittem igazi pénz. Mert akkor telerakom a földet. Meglocsolgatom őket és pénzfák fognak kinőni. Megmutatom ennek, ezt kérem nézze meg, hogy jó-e. És ha igen, akkor adok ennek egy másolatot. Az első sort nézze csak. Az adatait. Igen, az stimmel. Rendben, akkor átnyújtom az úrnak. Jaj. Rendben, és akkor még egy számlát fogok írni önnek. Rendben van. Octopus néven megtalálja, kérem fizesse be. Rendben. És jól le lett húzva a csáv, hogy 3000 dolcsi jó, hát akkor további szép estét kívánunk és elnézést a kellemetlenségekért. Viszlát! Csak a munkájukat végzik. Az úri hát embernek meg megmutatnám a fegyver engedélyem. Parancsoljon. De... Köszönöm. Szerintem nincs még egy ilyen ember a szerveren, aki ennyire együttműködő mindenbe is. Tehát szerintem nincs. Tehát ki mond ilyet, hogy a munkájukat, köszönöm, csak a munkájukat végzik, semmi probléma nincs ezzel. Köszönöm szépen. Amúgy. Köszönjük, és elnézést a kellemetlenségekért. További szép napot. További szép napot. Szép napot. Viszlát. Nagyon durva. Tehát ezen most lesokkoltam. Megmondtam. Megmondtam, de ti nem... Ja, bocsánat. Tétek, tényleg semmire nem vittétek. Nem, mert rosszul leszek. Adom, hogy én is. Fegyverengedélyt miért? Az lehet, doszpod elérte. Szegény sát, én megfenáltam. Én azon gondolkoztam, hogy ha most tényleg kiváltja most az engedélyt, meg stb. A maxosat, meg ilyenek,
akkor lehet el kellett volna tekinteni ettől az egésztől, de mondom, nem én döntök, úgyhogy inkább pusolok. Én egy szoktam. Mert amúgy teljesen együttműködő volt, meg normális. Igen, de igazából... És mennyi mindent vettél tőle? Mennyi már nem sokat, nagyon keveset. Szóval nem mondom. Aha. Igen, elvettem tőle konkrétan egy pöröly cápahús, meg egy delfin. Ennyit? Igen. Akkor azt mondom, hogy oké, mert én mondom, hogy én azért botot nem is vettük el. Persze azért mondtam egyből, kérdeztem tőle, hogy mennyire lesz egy működő. Túl jó hangod van? Hát, ilyen, tudom, ilyen bár hangom van. Saját így egy srác, egy baki bár ne hallanátok. 20 halcsalit vettünk el tőle. Csak sajnos nem lehet mindenkivel ezt játszani, akkor te semmit nem hozom vissza. Több mint egy évig érvényes még a fegyverengedélye. Az hogy? Nem fél éves egy? 20-22 11. hó valamint volt kiírva. Az szép. Az mondjuk kemény. Azt lehet tényleg elírtólag. Doszpodar érte szerintem. Hát vagy gondolom lehet izé pluszoltatni, ugyanúgy nem. Tehát, hát hogy... ha lejár meg lehet hosszabbítani, de egy évre nem szokás adni. Hát ha gondolom, ha a hosszabbítás árát is kifizette pluszba annyival, akkor gondolom úgy megműködik, nem? Hát... De az csongol! Szerintem se, az csak akkor hosszabbítod meg a lejárt. Ja. Vagy lehet nagyon pénzös a sár. Fene tudja. Fia, van az a pénz szerintem. Hol vigyem a két oktopuszos kollégát? Az oktopuszhoz vissza mondjuk. Oktopuszhoz. Vissza. Szerintem amúgy kajak köszönjük jó lesz. Köszönjük szépen még egyszer. Én pont ma is nézek, pont ma néztem meg, hogy izé, hogy, szóval, hogy hány napja vagyok az állományban. És azért, hogy milyen rendesen van, jól néz ki. Nagy kedvenced vagyok, csongol. Jaj, hát te cuki vagy. Segged vagy. Te miért nem alszol? Ezt most csak tőlöm, még nem pelmázlak. Miért nem alszol, csongol? Nincsen iskola holnap? Pont jóban ért ez a... Csávó arra, tisztítszerrel, hogy hívják? Mr. Proper. Macskádó van? Full fehér, cucc, néger, fogsz. Jó van már, Snoop! Ja, és mondom, a Ctrl V gombokra lépett rá. Még egy reggel. Tehát nem alszanak, itt van 4:42, reggeliskola. Érted, menni kell a susuba, a nagy táskával, könyvekkel, tollakkal, ilyenekkel, és bazd meg nem alszanak, hanem ilyen retardált dolgokat csinálnak. Csongol, szerinted ez így normális? Ez brutál ez az autó, kéne egy ilyen, ezt nem tudom megvenni önöktől. Nem, sajnos. Lehet jelentkezni rendőrnek. Úgy, nem, mert Priuson van. Egyedül ült benne a kollega, és full tudingos az övé. Három. Jó van, Csongol, akkor látom te is. Az szép. Én a többiek közé. De én megpróbálom, tehát komolyan mondom, megpróbálom megbeszélni a dolgokat. Köszönöm szépen. Rittig most kötöttem be az övet amúgy. Na, Karcsi, visszajöttünk oktopuszhoz. Egy kis. Várjon, uram. Mit szeret jobban, a halászlét, vagy a tonhalsztéket, vagy a tengerlét? Halászlét. Én mindig megpróbálom az ilyen emberekkel megbeszélni azt, hogy... Tonikot vagy a rózsás limonádét? Miért ennyire hülyék? És volt olyan ember, aki így jött ide, ilyen stílusba. Én már kaptam izét. Tonhalat meg valamilyen lét. Jól van, jól van. Köszönöm szépen. Hétvégén, ha gond, de megismételhetjük. Bármikor. Jó, akkor majd szép estét. Viszont. De érdemes, mert elmondom neked, felvallom. Volt már ilyen ember, aki így kezdte a cseten, hogy degenerált fasz volt. Szerintem leadom a szolit, meg bízni. Jó van. Hát nagyon kovályog nincs értelme. És... Remélem félfúlik nem fogok gondozni, mert most valami van az agyamban. És meg tudtuk beszélni a dolgokat, hogy igen, hülye volt, meg nem tudja miért csinálta, unatkozott, meg stb. És normális ember lett belőle a cseten konkrétan. Én is így kezdtem. Jó van, Masznu? Hát tényleg brutál ez az autó. Még nagyon beteg. Is. Ja, ugye ebben még tuning sincs? Ja. Nem tudom, az a baj, hogy szerintem az immunrendszerem frissít helyett, mire gondolok, és az kigérje. Hát igen, problémás. Na majd rá. Négy. Hogy kerültünk ide, geci? Letört az ajtaja. Na bazd meg, húzatot fog kapni. Csak nem. Szobd le. Úgyhogy tényleg volt olyan ember, aki rájött, hogy hülyeséget csinál, és
nem érdemes csinálnia, és normális ember lett belőle konkrétan. Úgyhogy ja. Húzatot kapsz, hát... Nézd már, nincs ajtó! Kíváncsiak van, de bárki még rád, jó? Szerintem kurva nincs. Rászol a Connor 10-8. Jó pihenést! Senki nincs, nagyon kollega. Jó pét. Jó pét neked is. Csá-csá. Hello, hello. William Scott 10-8. Senki az égre egyet a világon. Hát. Kolos bűnöz. Ma kipróbáltam a kvadot. Hát nem fogok azon ülni sűrűn, az biztos. Meggyógyította a Szent Tompólájba, így van. Úgyhogy én az a kvadon soha bűnösség. Ma mondom, amíg váltam a izé fuvaromat, palettom, már mondom kipróbálom, sunyóba tolod a kis kvadot. Passz meg, de jó néz ki. Azt a kurva, de jó néz ki így ez az autó. Beragadtam. Nagyon bejön. Kipróbálta és mondom, és ne, erre biztos, hogy nem fog felülni soha. Ha kötelező, akkor se. Életveszély, geci. Egy másodperc alatt fenn van százon, bazd meg. Van már egy kis Victoria, mert múltkor Flash engedélyt kapott, adott rá, hogy járőrzünk, csak ugye jött Melanie. Aztán így, így most a Victoriám ott pihen a garázsban. Lehet, akkor megveszem a... Megnézem, hogy az SS-ben van-e szerelő. Nem, megnézem, hogy ez valamelyik terepjárom jó-e. Jó palettói út, mert... Jaj! Hát tegnap is elmentem palettóba, hogy legyen ott egy autóm, ott logoltam ki. Én nagyon megbántam, mert hogy negyed órát váltam arra, hogy eljön életem valaki. Megnézem, hát a ramom az jó állapotban van. Hoppa, chat nézés, igen. Ez így van. Ó, működik. Ebben nincs semmi? Még valamelyik autómban van még ilyen izé, Rolex órák, meg ilyenek. A pecából maradtak. de lomha lett ez a ram. Azt a kurva, de jó is. Tehát andó, ahogy ment, az kegyetlen volt. Megnézem, vannak az SS-ben, jó polét kérek rá. Mert ki tudja, milyen állapotban van amúgy az autó. Erről van szenni a bárba pedig se egyébként, hát na. Hát én mindig izé általában főpublikba lépek ki, de múltkor például főpublikba ugye belogoltam, el is raboltak. Utána ki akartam logolni főpublikba és el is raboltak. Szép napot! Hát én jó poliot szeretnék, nem tudom, már nagyon rég használtam ezt az autót, aztán hát ha valami baja van, akár át is lehet vizsgálni nyugodtan. Tartunk egy gyors átvizsgálás, meg Jézusom! Hát mit csinálsz? Jaj. Betartottad végre az ígéretedet? Meg elrabolnak mindenkit is ezért. Hát igen, a múltkor megjártam. Kösz szépen a Tier 1-es feliratkozást, Snoopika! Bár mondjuk hónapokkal ezelőtt ígérted meg, de nem baj, ami késik nem múlik, ugye valljuk be. Ez meg is történt. Köszi szépen!
Hát azért mondom, hogy azóta már egy éve sub lehetnél. Már nagy, izé, jobb sub-badged lehetne, meg ilyenek. Itt diagnosztikát megnézem. Rendben. Lelépek rádióról, mert úgyse lesz már senki szerintem. Elcigimet már nem szívhatom, mert már nincs benne konkrét alöty. Nincs kedvem elvenni az izéig. Táskáming. Én azt is el, hát persze, mert inaktív fasz voltál. Hát nyilván elveszem az oktalmodat, aki itt sincs. És nem lopott. Hát amikor még nagyon mentek az LP-k, akkor... Tessék? Én nevet kérnék a számlázatot. William Scott. Két éve. Amikor még nagyban mentek az LP-k, akkor várom, hogy te szubboltam. Szép napot. Köszönöm szépen. Jó munkát. Szerencsétlenek, bazzik, itt ülnek, geci. A kis kardocská, a kard meg a modi az ugyanaz. Ja, movos. Ja, várom, akkor volt áj csűrűm. Szerinted éltek hozzá? Na ezért nincsen már kardod. Hát volt egy nap, amikor úgy döntöttem, hogy... Amikor most megint elkezdtem újra streamelni. Baleset óta. Eldöntöttem, hogy aki kurvára nem szokott itt lenni, az most szépen fogom, és annak a pizzásnak segítek. Aranyos leszek. Ha jól emlékszem, 12 ezer a izé. Ja, volt egy... Ne szopassatok, hogy bezártátok az ajtót, geci, mert... Azért. Volt egy tért kalácsficomom. 12 ezer egy szett. Kiveszünk 13500-at. Ja, bezártad. Veszek tőle egy bolond pizzát. Hova tűnt? Jaj, köszönöm szépen. Uram! Van pizzája? Van. Adjon már egyet, meg kifizetem. Tessék, uram, adok hármat is. Köszönöm szépen! Úristen, köszönöm szépen, uram! Sok sikert a jogsihoz! Köszönöm! Hello! Viszlát! Nem vagyok cuki! Most valljátok be, hogy cuki vagyok! Sokat vagyok itt, de szeretlek. Jó, vágom én! Két gyerek! Vajon, neked csak egy volt, nem? Ó, ez a menü is megváltozott, de komoly. Ugye, Vivert igazán visszakaphatnám amúgy. Hát majd meglátjuk, mennyire leszel aktív. Na, kell egy horgászbot, az biztos. Ezt nem lehet beírkálni? Ú, és ezt végig kell nyomkodni. Nem kezdünk epecázni, mert nem félnénk bele az időbe, de a következő alkalomra lesz egy szettem. Ja, vágom. Te vagy a csíra. Ezt be is rakom ide. Inni. Száz csali. Hirtelen. Jaj, minek zárom be? Hát, lesz print screenelem. Tehát itt van streambe. Igazából nyomok róla egy print screent is, meg még streambe is itt van, hogy beraktam. Innentől kezdve... Megoldom, hogy visszaszerezzem. Tehát nem hiszem, hogy nagy problémát okozna bárkinek is, hogy
hogy ne adjon vissza egy horgászbotot. Mert ha még a régi horgászbot lenne, azt mondom, oké, hogy ez a 200 dolcsi vagy mennyi, az lófasz. De azért ez egy 12.000 dolláros költség volt, ha most ez eltűnik, akkor igenis megoldom, hogy visszakapjam, úgyhogy ja, tankolni kéne. Úgyhogy ennyi. Ennyi meg egy bambim. De tele vagy. Semmi baj. Hát kapom a fizut. Megdolgozok ezért a pénzé, bazd meg. Nagy szolgálatokat teszek ezért a pénzé. És így meg még jobban tele leszek, mert a horgászatban kurva sok pénzt ki lehet farmolni. Nem mintha költeném amúgy bármire, tehát azon kívül, hogy tankolok, néha veszek kaját valahol, ahol tudok, meg csinálok ruhaszetteket, ezen kívül nem nagyon költöm semmire se a pénzt. Hogy tudom még, úgyhogy már volt nem egy kihagyásom amúgy. Ja, még veled kezdtem el, bazd meg. Még te vontál ebbe bele. Amúgy. És úgy rápörögtem, mint a szar. Én nagyon. Tehát én annó nagyon sokat nyomtam. Hány literes ennek a tankja, geci? 100? Igen. Ezek szerint 100. Ez a világból kimegyek, bazd meg. A nagy melók meg azért, vágom. Én feltaláltam magam, tehát haver, én annyi mindent megéltem már itt, keci, hogy nem tudnám megszámolni annyi idő alatt, amennyit én beleöltem ebbe a játékba. Hát többet öltem ebbe bele, mint Cségóba. Ezt a fél órát valaki kéne tölteni. Persze. Csinálok egy horgászos szettet. Mondjuk, mivel menjünk? Hát, csak Snoop miatt. Megvan még a szíviked? Neked van szíviked, nem? Nagy Pudgy ház, az, ja, az is jó volt. Typer. Jó szolgálatot. Hello. Nem szolgálat, csak nézegetem, hogy mennyire áll-e ez a két ja. Szar. Pisztolytáskát nézem, hogy mennyire üt át ezen a golyóállón. Hát szerintem azon minden átüt, az a baj. Néztem ezeket is, hogy mennyire megy rá, de nem egyik se lehet. Az a baj, hogy mind kitakarja pont a lényeges részeket. Igen. Ezt még nem lehet hordani, úgyhogy... Hát kulánc nincs. Mondjuk, hogy milyen horgászettet akarok összeakni, azt nem tudom. A családi nap. Oppa. Pisztolytáska mennyire? Észrevett, hogy kilóg két helyen konkrétan? Hát amúgy... Annyira nem vészes. Konkrétan a polisz alatt két oldalt a hónajnál egy kicsit átüt. Hát őszintén... Szemből. Ja, aha. Ah, hát alig lehet észrevenni. Ha nem mondod, észre se veszem konkrétan. Aha. Hát akkor hagyom ezt így, ez ilyen... Nem tudom. Solid set.
Mondjuk ha ez a pisztolytáska lenne a láncoknál, akkor simán bírnám használni a másik követ ehhez. Mi a horgászos se tudnám ezt nem használni. Csasznup, jupit! És azt a pisztolytáskát. Az úgy, magamat is felve, én egy kurva fázol gyerek vagyok. A fenyibe is tudom, hogy legyen. Nehéz a döntés, mi? Lehet csak ilyen mellén kéne. Láncoknál van pisztolytáska. Van ilyen messze. Nem. Végiglapozzam a katalógust. Nincsen egy ugyanolyan színű izé dolog. És akkor így. Jó lesz ez így. Persze, tökéletes. Újra nem is figyelem, hogy milyen amúgy. Már bocsánat. Nagy geci vagyok, tudom. Vagy akkor ne ilyen legyen. Csináltam egy párat most. És most valami horgászó szettet akarok összerakni. Horgászó szett? Aha. Bam, kész. Minek ennél több? Hát ez asszonyverős inkább. Nem, ez horgászós. Ez tapló horgász. Geci. Jaj, bassz meg, na jó, most ki is égtem. Teljesen. No comment. Opa. Jó, kijavítottam a razziát is. Rossz maszk volt. Ja. Ez gyümös edzős. Azt is rendőr ruhába. Ja. Nem merni elrabolni. Jogos. Jó, nektek jóval több ruhátok van, mint a sheriffeknek. Régen volt sheriffnek neki is sok, csak... Mióta elmenni Alex, meg... Vagy hívjuk Chris Kyle, vagy mi volt a neve, elég is elég fel. Azóta nagyon kevés lenni. Ilyet is csinálni. Az igen. A lenni alatt a lövedékálló. Hát te meg rendőr uciba pecázni, mit szólsz? Annyi. Simán adni. Parabellum. Az lenni temetésre, je? Mi van az óra a kezemben? Ezt lehet tudni. Na, az imádom is néz ki olyan rosszul. Na, ugye. A cipő nem dresszkódos, ez le fognak baszni. Fix info. Fú, alig várom, hogy a csizmámat lecseréljem. De hát mondani... Valami sportcipőre. Hát, de nekem mondani, hogy... Inkább megcsinálni és kérni utána bocsánat. Úgyhogy inkább kérni utána bocsánat. Jó van. Jó lesz ez. Nem tudom. Tanástalan vagyok. Jó, van, további szép estét. Neked is, hello. Szerintem finja nem volt róla, hogy sheriff vagyok amúgy. Még úgy is, hogy beszéltem róla. Amúgy, szerintem. Elmegyünk a végére, megnézzük ott mi a helyzet. Ruhatéren. Nem tudom, hogy milyen horgász szedtem legyen. Az a baj, nagyon talánstalan vagyok is, elcigiznék is, de nincs lötty az elcigimben, és nem akarom a polasztómat szétbaszni. Most nagyon szomorú vagyok. Ez miatt. Ez
megoldom máshogy. Így. Ó, na ebbe aztán pecázni. Jaj. Csajszi, köszönöm szépen a követést, jó estét kívánok. Nem kell óra. Az a baj, ebbe is pecázni. Miként fenn vagyok akadva amúgy, kibosszott peceszettet akarok összeszedni. Van valami jó szín. Jaj, nem. Nem már. Jó. Jó. Kezek, most. Olyan fura? Szerintem fura. Amúgy félmeztelkülül kell pecázni, nem? Persze, hogy félmeztelkülül kell pecázni. Most esik le. Tudunk valami jó rövid nacit rá. Alakul. Hát ebből mehet mondjuk egy fekete. Ez a cipő, de ocsmány jól néz ki amúgy. Kesztyűbe kell pecázni, hogy a hal ne szúlja meg a kezem. Erre mondjuk valami táska is mehetne, az a láncoknál van, ugye? Valami kis hasitasi, vagy valami. Jöjjünk, nincs csak idő! Ah. Jó, hát ez meg hülyén néz ki. Na mindegy, akkor az se lesz! Akkor így marad. Ez nem tudom milyen kesztyű amúgy. Milyen kesztyű? Lehet, hogy inkább visszamegyünk valami mások kesztyűjé. Gyordasz! Kimászkál itt sunyóba. Kell egyáltalán nekem kesztyű? Most már ezen gondolkodok, tehát. Nem kell nekünk kesztyű. Ez így jó pecázósnak. Sapkát nem veszek fel, mert nem jó benne a hajam. Viszont, valami jóra mehet. Az is fekete, így. Peca. Van még nálam pénz? Pont van. Hogy csinálunk egy edzőset is. És igazából csak a nadrágot kell változtatni. Ha már itt vagyunk. Hát ez inkább fürdőgatya. Az alsó gatyával kizavarnak. Melegítőbe kell nyomni. Amíg nem pont rózsaszínbe szeretném, köszönöm. Hát ez meg ocsmány jól néz ki.
De mi van rajta, csík? Van még melegítő. Én úgy emlékszem. Remélem az elején. Ó. Oh. Jó napot kívánok. Még nem is néz ki olyan rosszul. Órába. Edzős. Kész. Rendesen ilyen haltam majdnem. Jobb kormányos, jegyezd meg. Ez konkrétan már szerintem sehol senki. Jaj. Amúgy is minden szerveresi. Jó, hát ilyenkor estére is azért ki kell találni magamnak programokat, úgy látom már. Nem nagyon, hát nyilván értem, hogy miért nem aktív a város ilyenkor, de... Azt mondom, hogy ez a kurva délutános műszak tönkre tesz. Az éjszakás is kurva szar. Ebből kell kihozni a maximumot. Úgy érzem. Még mindig ott vannak a szerelők. Ritka ilyen komoly szerelő van. Ráadásul kettő. De részben biztos, hogy nincs. Szívikkel lehetne városban menekülni. Adom az ötletet az illegálnak. Rip. Mindegy, ma forzázunk este, amikor hazajövök úgyis. Azt mondom, hogy még el kell intéznem. Aztán, hogy szerdán mit csinálunk, IC, azt nem tudom. Pénteken már jó lesz, mert másnap már nincsen korán kerés, úgyhogy pénteken már azért csak lesz élet éjszaka is. De szerdával, lehet, hogy szerdán pece lesz. Amúgy. Mi fasz a helyem.
Bing. Hát igen. 15 ember el van bújva. Konkrétan. Sétálunk szokásos pozíciónkra. De téveszem, mert senkit ez a pulcsi. Nem élek ilyenekkel. Elnézést. Nem, nem az a ruha van rajta, mert én nem tudom leve. Oh shit. Akkor szuprázunk odáig, meg vissza. Ez a szupra hang, ez... el tudnék tőle csöppenni. Jaj, tűzcsap! Nem akartam kidönteni, bocsánat. Kíváncsi leszek. Ja, elbasztam így is, új is, mivel ruhát váltottam, és nem vettem le a mellényt. Hát akkor az rip. Az rip. Nem. Lehet tudni. Kérdőjel. Kérdőjelt lehagyta. Csá, ott! Mi a helyzet? Jaj. Köszi szépen! Tudtam, hogy neked tetszeni fog. Ebbe is tankolunk, ha már így erre járunk. Hát nem volt valami izgalmas ez este az a helyzet. Úgyhogy valamit ki kell találni erre is. Az a baj, bazik, 3 hétből, 3 műszakból, 2 műszak gatya. Szívás, ezt úgy mondják. Ez egy elég nagy szívás. Jó, most mondjuk a PD-s az egy nagyon jó ötletet adott. Hogy állna be normális? Így dolgozok. Ez 3 műszakban dolgozok. Ez itt a normális. Ez akkor állna be úgy, hogy normális időben tudok streamelni, ha nem dolgozok. Az akkor tudna csak beállni normálisra. Most adott tényleg a PD-s egy nagyon jó ötletet, úgyhogy azt majd nyomni fogjuk mi is. De ennyi. Mindig. Mi az ötlet? Hát most izé, az oktopuszosokkal elindultunk bányászni horgászokat, akik engedély nélkül pecáznak. És ilyenkor nyilván nincsenek nagyon fent. Pecázgatnak illegálisan. Amikor el lehet kapdosni. Mert más nincs ilyenkor már, tehát amióta fenn vagyok, most a 3 órája egy rablás nem volt, volt egy IC ügy, ami egy hatalmas akció volt. Ja, amúgy köszön a 7. hónapot, azt hiszem, meg se köszöntem. Nagyon köszi, puszi, értem. Aztán utána csak járőrözgettünk.
Úgyhogy, de ez, hogy a pecásokat így lehet baszogatni, úgymond, az így ilyen esetekben jó. Csácsát! Jaj!